Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk, és folytatjuk a bevezetés a programozásba tárgyat. A következő dolog, amit csinálni fogunk, hogy megírunk egy egyszerű programot, ami nem is olyan egyszerű, de ezt majd látni fogjuk később. Ugye átbeszéltünk egy csomó programozási alapfogalmat, programozási vezérlési szerkezeteket, függvényeket, változókat, objektumokat, hát tényleg bevezettük, megalapoztuk a dolgokat. Hát ideje gyakorolni, és hát hogyan lehetne jobban gyakorolni, mint hogy programot írunk. Ugye nyilván itt azért nem arra kell gondolni, hogy mi most egy atombiztos valamit fogunk megírni, meg elkészíteni, hiszen az még egy kicsit azért korai lenne. De mindenképpen egy olyan példát néznénk meg, ami nyilván életszerű, tehát azért számológépet mindenki használ. Viszont nyilván azért ne arra gondoljatok, hogy most megírjuk a világ legjobb számológépét, vagy ilyesmi, hanem valami olyat, amit azért lehet használni, lehet bővíteni, illetve működik így a hétköznapokban. Jó. Viszont nyilván nem a számológép a lényeg, de hát ezt már gondolom kitalálhattátok a korábbi hetek kapcsán, hanem inkább az, hogy gyakoroljunk, illetve hogy programozási fogalmakkal, programozási alapokkal, illetve különböző programozási eszközökkel ismerkedjünk meg. És hát tulajdonképpen ez lesz az elkövetkezendő, hát reményeim szerint 2 hétnek a témája, hogy hogyan is írjunk programot, és hogy hogyan is kezdjük el a problémát úgymond föltárni, végiggondolni, illetve implementálni. Jó? Erre fogunk egy pici kis betekintést adni ebben a hát 2 fejezetben, de hát remélem szerint 2 hét alatt azért megcsináljuk. Szokott módon felvezetjük egy előadással a témát, viszont ez a prezentáció ki fog tartani sokáig, nem azért, mert hosszú, hanem mert közben sokat fogok programozni. Elindulunk egy megoldástól ebben a témában, ugye ahogy mondtam, számológépet fogunk írni, de mindjárt beszélünk róla, és mindig picit javítunk a programon. Az első megoldások tényleg látni fogjátok majd, hogy nagyon-nagyon nem fognak működni, de hogy nagyjából a valóságban is valami ilyesmit képzeljetek el, hogy van egy problémánk, van egy szoftver, amit meg szeretnénk valósítani, most teljesen mindegy, hogy az egy számológép, vagy egy egyszerű kis elemző program valami adatelemzésre, vagy tényleg egy játékprogramot akarunk megírni, elkezdjük valahol, és haladunk szépen egyre inkább a jobb és jobb megoldások fele. Erre számítsatok most is, hogy az első megoldás, tényleg látni fogjátok majd ennek a blokknak a végén, hogy fú, majd visszatekintetek, és fú, ez tényleg rettenetes volt, hát hogyan is gondoltuk, hogy ez működik. Itt igazából tényleg arra gondoljatok, hogy a folyamat, hogy hogyan zajlik. Jó? Oké is. Na de kezdjük is el, hiszen így a fölvezetés után szerintem már aki itt szeretne lenni, az úgyis itt van. Úgyhogy akkor 6. fejezet. Hogyan írunk programot, writing a program, tehát igazából ez lesz most a téma. Bevezetjük pár gondolat a szoftverfejlesztésről, hogy hogyan is gondolkodunk mi így a szoftverfejlesztés kapcsán. Nyilván itt nagyon-nagyon sok fogalom előjöhetne, ami nem fog most előjönni, hanem majd egy későbbi tantárgy során lesz egy ilyen szoftverfejlesztési módszertanok, talán ez a neve, ott nagyon-nagyon sok mindenről fogtok tanulni, ami kapcsolódik ehhez a konkrét témához, de azért csak tényleg pár gondolatba fölvezetnénk a dolgot. Beszélni fogunk a számológépről, hogy mit is szeretnénk konkrétan implementálni, bár nyilván azért ez gondolom elég egyértelmű, de azért sokféle számológép van, ugye van az egyszerű ilyen kis Casio alapműveletestől a tényleg nagyon komoly scientific, grafikus, ilyen-olyan számológépekig. Tényleg csak alapszinten definiáljuk majd, hogy mit is szeretnénk. Aztán fogunk beszélgetni erről, hogy mi az a nyelvtan. Ez nem teljesen kapcsolódik ide, de szükségünk van rá. Beszélünk majd, hogy hogyan értékelünk ki kifejezéseket, meg hogy a programokat hogyan szervezzük. Jó? Ez, hogy nyelvtan, meg kifejezések, megbeszéljük, hogy mi ez.
Oké is. Na, hogy rögtön egy idézettel indítanék Brian Kernighan-től, aki a, hát tulajdonképpen a C-nyelv megalkotója volt. Ő írta ezt, hogy hát nem várom el azt, hogy ezt most értsétek. És most alapvetően ezt gondoljátok, úgy vegyétek magatokra is egy kicsit. Tehát én most, ami itt el fog hangzani ebben a két hétben, nem várom el, hogy megértsétek. Jó? Tehát nagyon fontos, rengeteg, tényleg rengeteg olyan dolog lesz, ami bonyolult és tényleg nehéz. Jó? Nem várom el azt, hogy minden egyes pontját megértsétek. Jó? Egy-kettőt azért nem árt, de nem mindent. Jó? Úgyhogy mindenképp ez az idézet itt most eléggé aktuális. Jó. Hogyan készítünk egy programot? Egyébként ez a könyvben elég jól le van írva, tömören természetesen, de elég jól le van írva, úgyhogy mindenképp érdemes a hatos fejezet bevezető részeit elolvasni, még mielőtt elkezdi a számológépet implementálni. Itt tényleg csak egy ilyen rövid kivonat, hogy hogyan is kell ezt elképzelni. Nyilván először összeülünk és végig gondoljuk a problémát. Mit szeretnénk, hogyan szeretnénk, hogyan működjön, és nyilván szem előtt tartva a végső felhasználást, hogy hogyan nézzen ki. Fogunk egy whiteboardot, fölrajzoljuk, lerajzoljuk papírra, végig gondoljuk, átbeszélgetjük. Jó? Ez egy ilyen elemzés rész. Aztán jön egy ilyen kicsebb tervezés rész, így a struktúrára tekintettel, hogy nagy vonalakban hogyan is néz neki. Hát nyilván a végső program az lehet, hogy majd teljesen más lesz, de tényleg csak így áttekintve, hogy hogyan szeretnénk. Ez egy ilyen rövid kis, hát nem rövid, ez egy tervezési fázis. Jó? Majd utána jön az implementáció, ami nyilván a legfontosabb rész. Programozás, debugolás, tesztelés, és ezt iteráljuk szépen folyamatosan, javítgatjuk és bővítgetjük és építgetjük a programot. Jó? És ezt csináljuk újra és újra. Tényleg sok esetben jutunk el ilyen zsákutcába, de ez majd fogunk róla beszélni, hogy elindulunk egy vonalon, kiderül, hogy nem jó, na akkor vissza a tervezőasztalhoz, és akkor újra. Jó? És azt a tudást felhasználva, amit addig felhalmoztunk, azzal a tudással újra tervezzük úgymond a dolgot. Jó, rendben van. Most nyilván milyen stratégiáink lehetnek? Ugye, tehát először is fel kell tenni azt a kérdést, hogy mi is pontosan a megoldandó probléma, azért ez nem mindig triviális. Vannak olyan dolgok, amikre azért, hát most nem biztos, hogy hirtelen egyértelmű, meg világos válaszokat tudunk adni. Például mondjuk kutatásban ez nagyon-nagyon sokszor előjön, hogy igazából még magát a problémát se ismerjük teljesen. És azért itt egyetemi közegben ez sűrűn előfordul, hogy valami új dolgot szeretnénk kitalálni, új dolgot szeretnénk elindítani, megalkotni, és nem igazán értjük magát a problémát se. Na most nyilván azért mondjuk teszem azt játékfejlesztésbe, azért ez ritkán fordul elő, mert ott azért a probléma viszonylag világos, de azért nyilván ott a játékfejlesztésben is van sok-sok innováció. Mondjuk egy lehet, hogy nem is túl elrugaszkodott példát, amikor először elkezdtek ilyen open world gémeket készíteni, ahol tényleg hatalmas mapok, hatalmas térképek. Mondjuk ott, hogy hogyan oldjuk meg a memória kezelést. Nem biztos, hogy ez a legjobb példa, de ugye, hogyha az egész mapot berakod a memóriába, hát a világon nincs annyi, ugye? Jó? Tehát azért ott is van nyilván innováció folyamatosan, és ott is vannak olyan problémák, amiket meg kell oldani, de először meg kell érteni, hogy mi az a probléma. Nálunk is majd itt a számológépnél látni fogjuk, hogy igen, tudjuk, hogy mit kéne csinálni egy számológépnek, de azt nem tudjuk, hogy hogyan kéne csinálnia, és nyilván ezt a problémát úgymond először meg kell értenünk. Tehát hogyan is működjön, hogyan is nézen ki a dolog. Jó, aztán utána jönnek a kérdések, hogy megvan-e hozzá minden. Ugye most teszem azt itt az évfolyamon azt mondanánk, hogy jó, akkor kezdjük el fejleszteni a Witcher-nek a negyedik részét. Hát nyilván mindenki köröhögne, mert nincs meg hozzá gyakorlatilag semmi, ami ahhoz kéne, hogy egy nagyon komoly játékot fejleszünk. Ugye az, hogy idő van-e, hát most itt a játékfejlesztő cégek kapcsán az idő mindig egy érdekes dolog, főleg ugye amikor a marketinges megmondja, hogy ekkor van a release, a fejlesztők meg fogják a fejüket, hogy na de jó, megint akkor 7-ből 7 napot bent kell lennem. Nyilván az idő is egy fontos tényező. Megvan-e a tudás?
Hát ugye nyilván itt a fejlesztő csapatra gondol, hogy olyan tudása van-e a fejlesztő csapatnak, ami ahhoz a problémához szükséges, pontosabban a probléma megoldásához szükséges. Most én fölvetek data science szakértőket játékfejlesztésre, nem biztos, hogy működni fog. Jó. Hát ha pénz van, akkor általában tudás is van. De azért nem mindig, főleg ebben a szakmában azért elég komoly hiány szakma. Jó programozóból nagyon kevés van, tehát kevesebb van, mint kellene, jelentősen. És hiába van sok-sok pénzem, hogyha nincs jó fejlesztő, nem kapok jó fejlesztőket, akkor ez megint csak probléma, de nyilván pénz az kell. Meg hát az eszközök, ugye, visszakanyarodva az infokoros játékfejlesztéshez, nem igazán működne, mert nem nagyon van olyan PC, amin ezt véghez lehet vinni, de nyilván ez helyi sajátosság, nem játékfejlesztésre van az IK kitalálva. Jó? Úgyhogy nyilván ezeket azért föl kell tennünk magunknak, ezeket a kérdéseket, mielőtt belevágunk valamibe. Nyilván ti ennél tudtok jobban, most egy egyszerű kis indie game-et, én mindig mondom, hogy azért el lehetne kezdeni csinálgatni, nem azért, mert egyszerű, hanem azért, mert nem, ugye, és rengeteget lehet vele tanulni, és különösebb pénz meg eszközsek kell hozzá, hát azért egy jó PC nyilván nem árt, de ott inkább az idő az, ami egy fontos tényező. Én mindenképp azért bátorítanálak arra titeket, hogy aki tényleg szeretne sokat tanulni, az szerintem kezdjen el egy ilyen nagyon egyszerű kis indie game-et, így a valamilyen game engine felhasználásával elkezdeni fejleszteni. Ma már ezek a game engine-ekkel elég viszonylag könnyen el lehet indulni egy-egy ilyen kis egyszerűbb játékfejlesztési projekt irányába. Jó. Nyilván itt a számológépnél azért ennél jobbat is tudunk, tehát azért most azért ehhez a számológéphez megvan mindenünk. Lehet, hogy a tudásunk még nincs, de időnk van, hát pénz az nem nagyon kell hozzá, meg hát eszköz, most kell egy számítógép, megvan. Jó. Következő ilyen dolog, hogy daraboljuk fel a problémát könnyen kezelhető részekre. Nyilván itt logikai részekre is gondolhatunk. Tehát nyilván a számológépnél majd látni fogjuk, hogy tényleg az egyes műveleteket hogyan kezeljük külön, hogyan tudjuk bővíteni esetleg, akkor így, hogy a bemenet, a kimenet hogy van külön szedve, hibakezelés hogy van külön szedve. Ezt majd később fogjuk látni, ahogy szépen írjuk a programot. A másik dolog nyilván az, hogy nagyon alacsony szinten is érdemes már most eszközök után kutakodnunk. Itt például írja az IO Stream-et, illetve a vektort, mint adatszerkezetet, hogy érdemes már ilyenekre is gondolni. Persze ez majd a fejlesztés során nyilván bővülni, szűkülni fog, változni fog, hogy milyen eszközöket használunk. Jó. Kezdjük el azzal, hogy elkezdünk egy kis részt implementálni, és mi is majd így fogjuk kezdeni. Tehát mindig kicsibe kezdjük. Mi az első lépés? Szépen elkezdjük azt implementálni, szépen elkezdjük majd azt csinálgatni, hogy lássuk, hogy az hogyan működik, és hogy nyilván ezt megnézzük, hogy értjük-e a problémát. Tehát ezzel remekül látjuk azt, hogy értjük-e a problémát. Ha esetleg nem, vagy nem is olyan a probléma, akkor akár változtathatunk a probléma leírásán is. Kicsit végig gondolhatjuk, finomíthatjuk, hogy hát ez lehet, hogy akkor mégse így kéne, hanem picit átalakítjuk. Jó? De mondom így, mindig kicsibe induljunk. Jó? Ha nem működik, dobjuk el ezt az első verziót, kezdjük előről, próbáljuk meg máshonnan megközelíteni a dolgot, és ezt csináljuk addig, amíg elégedettek vagyunk az eredménnyel. Ezt egyébként ilyen prototípusozásnak hívjuk, de majd később erről lesz bővebben szó más tárgyakon. Jó? És majd szépen jöhet majd később a teljes verzió, nyilván a korábbi verziókra építkezve, a korábbi verziók által felhalmozott tudást felhasználva szépen fölépítjük a teljes verzióját a programnak. Jó, rendben van. Nyilván ez egy gyakorlati szakma, példákból tanulunk, nem csak az elmélet leírásából, nem csak a programozási szabályok leírásából, tehát
Most itt nyilván a számológépes példánál is, hogy ne arra gondoljatok, hogy most hú, itt akkor tényleg valami nagyon nagy dolgot fogunk, nyilván csak gyakorlunk. Jó? Tehát az, hogy most itt elmondom a szabályokat, meg a C++ szabályait elkezdeném így okádni, vagy a C-nek a szabályait, hát abban nem igazán lennétek kisegítve. Lehet, hogy egy elméleti ZH sikerülne 4-esre, 5-ösre, de nyilván azért itt nem ez a lényeg. Ez egy másik szakma. Minél változatosabbak a példák, amiket nézünk, annál jobb. Elsőre nyilván nem fog menni, tehát ez teljesen természetes, majd ezt látni fogjuk. De egyébként, ha most azt mondom, hogy jó, akkor kezdjük el rögtön a végleges verziót, hát nyilván ilyet nem mondok, de az nekem sem menne. Jó, tehát ez esélytelen lenne, hogy most egy számológépet én így a nulláról rögtön működőre megírjak. Jó, mert nem így működik a dolga, a programozás az nem így működik. Jó, ugye erről beszéltünk is, hogy a kerékpározás sem lehet egy elméleti órán megtanulni. Gyakorolnunk kell, programozni kell, és azzal fog működni a dolga, azzal szereztek tudást. Jó. És akkor ugye itt a példa, amit látunk, és a példa, amit tényleg most ebbe, amit említettem már is, ez a számológépes, hogy nagyon sok hibát fogunk véteni, lásd a könyv, és tényleg érdemes végigmenni így a könyvben is végigolvasni, hogy ott milyen hibák vannak. A tapasztalt programozók is hibáznak nagyon-nagyon sokat. Ugye azért ezt látjátok, hogy tényleg programokat használtok, sok-sok hiba van a programokban, hát nyilván a jobb programokban kevesebb, természetesen, de tényleg ezekben nagyon sok hiba van. Fontos része a tanulásnak, ugye mondtam laborokon is az elmúlt 2 hétben, hogy tényleg, ahogy nézegettem a monitorokat, mindig mondtam, hogy ó, de remek, hogy látom a hibákat. Jó, ugye csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit. Ezekkel a hibákkal rengeteget lehet tanulni, nem csak a fordítási hibákkal, hanem a futási hibákkal, és itt most rengeteg futási idejű hibát fogunk megnézni, bugos a kód, nem úgy működik, misztikus dolgokat ír ki a programunk, tényleg be fogunk írni egy kifejezést, az kiír valami teljesen oda nem illő hülyeséget, vagy nem ír ki semmit. Miért van ez? Hát a program lefordul, fut, működnie kéne, nyilván ezeket látni fogjuk. Jó programokat tervezni alapvetően nehéz, tehát eredendően nagyon nehéz jó programokat tervezni. De hát nyilván a folyamat, meg a folyamat soráni bugfixek, meg már a release utáni bugfixek sokszor azért nagyon sokat javítanak. Ugye azért, ha emlékeztek, megint a Witcher-t hozom példának, most már majd keresek másik példákat is, azért amikor a harmadik rész kijött, hát azért nem tudom, hogy lehetett-e két kézen számolni az FPS-t egy emberi emészthető PC-n. Azért ahhoz képest, miután elkezdték a bugfixeket csinálgatni meg tényleg javítgatni a programon, azért eljutott egy olyan pontra, hogy tényleg egy nagyon jó élvezhető játék lett. Hogy ennek mi az oka, hogy így alakult, hát ezt talán a fejlesztőt kéne megkérdezni, de azért a release utáni bugfixek is nagyon sokat tudnak segíteni. Vagy például itt volt most, hát mondjuk nem tudom, hogy ez még jó példa, lehet még korai, hogy ugye kidobták PC-re a Horizon Zero Dawn-t, és hát nagyon-nagyon bugos volt a program. A port, a PC port, ugye, mert nyilván azért a konzol meg a PC máshogy működik, és nagyon sok GPU, nagyon sok rendszeren nagyon bugos volt. Elkezdték javítgatni, javult a program sokat, mondjuk most nem néztem még rá én konkrétan, hogy most hogy áll, de már azért sokkal, sokkal jobb, mint volt. Jó. Oké, de nyilván ez most egy másik téma, nem akarunk nagyon, nagyon elkanyarodni. Sok esetben érdemes hagyni, hogy a compiler detektálja a hibákat. Itt is szoktam látni, hogy megírjátok a programot, mondjuk már ritka, egyre ritkább az ilyen, hogy megírjátok a programot, és akkor ültök a monitor előtt, és nézitek, hogy na vajon jó-e. És akkor nézitek a kódot, olvassátok, fordítsuk le, a compiler úgy is kírja, a hiba van. Jó? Nyilván azért ne az legyen, hogy odaírunk valamit, aztán vagy jó, vagy nem, azért nyilván gondolkodjunk, tehát azért programozás közben nem árt néha egy kicsit gondolkodni is, de ne üljünk a kód fölött, fordítsuk le, úgyis kiírja a hibákat. Hogyha nincs hiba, futtassuk, ha van hiba, javítsuk.
Jó, ha meg futtatjuk, futás közben is ki fog derülni egy csomó probléma. Na hát ott jön az izgalmas rész, általában egyébként. Jó, kis limitált verziók segítenek megoldani a problémákat, és ezek a jó programok úgymond növekednek idézőjelbe. Írjunk meg egy pici részt, azt teszteljük ki, próbálgassuk ki, ha már jól működik, kezdjük el hozzáírni az új feature-öket úgymond, akkor azt megint próbálgassuk, tesztelgessük, ha működik, mármint úgy értve, hogy ha elégedettek vagyunk a működésével, akkor folytassuk tovább, megint egy új feature, és így szépen növekedjenek a programjaink. Pillancsunk rá viszont a problémára. Egyszerű számológép, mit kell csinálni? Látjuk, hogy kifejezéseket fogunk kiértékelni, pontosabban ilyen matematikai kifejezéseket fogunk beírni simán a terminálra. Ilyen egyszerű kifejezéseket fogunk kiértékelni kezdetbe, és hát nyilván várjuk az eredményt. Hát 2 meg 2 az legyen 4, tehát azért nyilván ilyen szinten azért elvárjuk, akkor egy kicsit ilyen, hát nem azt mondom, hogy bonyolultabb, mert nyilván matematikai szinten ez nem bonyolult, de ugye a 2 plusz 2 x 3 az 8 legyen, azt várjuk, hogy a matematikailag helyes eredményt adja bármilyen ilyen jellegű kifejezést írunk be, vagy adjon egy olyan hibaüzenetet, hogyha rossz kifejezést írunk be, ami adekvát, tehát ami rendben van. Jó? Tehát ha jó írjuk be a kifejezést, értékelje ki és adja meg az eredményt, ha nem jó írjuk be, akkor meg adjon egy hibaüzenetet. Jó? Úgyhogy ez mindenképp egy ilyen elvárás. Jó, de erről azért beszélünk majd, amikor végig gondoljuk. Jó, akkor itt van ez a kis pseudokód. Nem nagyon szoktam ilyet felvillantani, mert ez ilyen nagyon kis, egyszerű, nem is pseudokódnak mondanám ezt. Jó, nyilván van a mainünk, van a programunk, abban vannak valamilyen változók, ugye, hogy lenni szokott, és amíg ilyen kifejezéseket olvasunk be, hát ezt majd ugye soronként fogjuk beírni, addig elemezze a kifejezést, értékelje ki ezt a kifejezést, majd írja ki az eredményt. Hát, ilyen egyszerű, mondhatnánk. Ugye alapvetően a ti számológépetek is, amit használtok most, akár a telefonotokon, akár vettetek valamilyen scientific kalkulátort, ugye itt a matek órák kapcsán azért nem árt, vagy mondjuk amit használtok a számítógépeteken, azok is alapvetően így működnek. Beírsz egy jó hosszú sort, és azt ott szépen elkezdi kiértékelni. Nyilván itt lehet úgy is, hogy tudom én, részenként mondjuk beírod, hogy 45 meg 5, 50 meg 50 meg ilyesmi, tehát lehet ezt így, mi most tényleg csak így soronként fogjuk, nem akarom bonyolítani a dolgot, tényleg csak így soronként. Jó, és hát ugye ilyen kérdések jönnek elő, hogy hogyan reprezentáljuk ezt, mint bemeneti adat. Ugye beírjuk ezt a terminálba, vagy ugye majd aki esetleg GUI-t ír hozzá, a GUI-ba is alapvetően ugyanígy működik, és hogyan találjuk meg külön-külön azt, hogy ez 45, akkor itt van egy összeadásjel, megint egy szám, itt van egy osztásjel, meg van egy 7. Ugye megint egy szám. Jó, beszéltük, hogy amit a terminálra írunk, az igazából csak karakterek. Tehát az első szám az itt nem is 45, hanem 4 és 5, ráadásul karakterként. Hogyan tudjuk ezt adatként reprezentálni. Akkor mit jelent ez egészen pontosan, ugye, és akkor itt a zárójelezés, hogy ezt hogyan oldjuk meg. Hát ezek tényleg ilyen misztikus dolgok, hogy ezek hogyan. Választ fogunk ráadni hamarosan. Jó, kezeljünk a valós számokat. Hát mondjuk egy számológépnél azért nem egy ördögtől való dolog, hogy mert ha csak egész számokat tud kezelni, az viszonylag haszontalan lenne. Nyilván ez egy ilyen előzetes tervezési kérdés, hogy legyenek-e valós számok? Hát legyenek. Oké. Okay. Másik dolog, legyenek-e változók? Tehát mondjuk beírok egy ilyet, hogy V egyenlő 7, és akkor utána mondjuk a 45-öt tudom helyettesíteni azzal, hogy V. A legtöbb számológép azért tud valami ilyesmit. Hát nem a legtöbb, a jobbak. Vagy drágábbak, vagy hogy mondjam. Jó? És akkor nyilván, hogyha van egy ilyenem, akkor ez kiértékeli 9x7-nek. Mondjuk. Hát, egyelőre mondjuk azt, hogy legyen, de majd azért látni fogjuk, hogy nem olyan egyszerű ez. De egyelőre mondjuk azt, hogy legyen. Jó.
Na és akkor egyszerű számológép, nyilván itt álljunk meg egy pillanatra, mert most mondhatnátok azt, hogy feltaláljuk a cső végére a lyukat. Hát alapvetően igen, de nyilván programozni tanulunk, és kell egy jó példa. Jöhetne itt a kérdés, hogy mit tennének a profik. Hát a számítógépet alapvetően arra találták fel, hogy kifejezéseket értékeljen ki. Ugye látjuk, hogy itt programozunk, a programkódok is kifejezéseknek a sorozata, igazából utasítások sorozata, de most utasítás, kifejezés, fogadjátok el, hogy nagyjából ugyanaz a két dolog. Tehát alapvetően erre találták ki a számológépet, a számítógépet pontosabban. Hát ha emlékeztek, esetleg olvasgattatok ilyesmit, vagy tanultátok is, hogy azért régen ezt számológépnek hívták. Jó, tehát még Neumannék idejébe, ugye neki van ez a könyve is, ugye, hogy a számológép és az agy. Hát ő számológép alatt valami ilyesmire gondolt, ami itt most üzemel körülöttem, meg amit nézitek a streamet. Nem teljesen így, mert lehet, hogy valaki az iPhone-ján nézi, azért Neumann idejében még az iPhone azért nem biztos, hogy sláger téma volt, de ugye valami ilyesmire találták ki, és nyilván számításokat végeztek vele, tehát matematikai dolgokat számolgattak ezekkel a gépekkel. Jó, tehát igazából erre találták ki a számítógépet, biztos, hogy van megoldás. De most elvonatkoztatva egy kicsit a számológéptől is, hogy bármilyen problémát szeretnél megoldani, vagy bármilyen programot szeretnél írni, érdemes mindig utána olvasgatni egy kicsit. Nyilván, hogyha mindig, most a játékfejlesztés hozom példának, nem biztos, hogy onnan kell elindulnod, ma már főleg, hogy akkor kezdjünk el kört rajzolni. És akkor hogyan is kell kört rajzolni? Mert akkor kezdjünk el mindenféle grafikai elemeket rajzolgatni. Fú, azt hogyan is kell? Akkor előjönnek a háromszögek, shaderek, ilyesmi, hogyan? Nem biztos, hogy itt kell kezdeni. Nyilván ezekre vannak game engine-ek, nyugodtan vegyétek elő. Nagyon sok game engine ingyenesen használható, amíg elindultok. Nyilván amikor már pénzes játékokat fejlesztetek, akkor azért már más a szitu. De nyilván elindulni el lehet velük. Olvassatok utána, bármilyen problémát is szeretnétek megoldani, vagy bármilyen programot is szeretnétek írni, hogy van-e már megoldás. Jó? És itt visszautalnék arra is, hogy a cső végére találnánk fel a lyukat, hogy olvassatok utána, nézzetek utána, hogy van-e már valami hasonló megoldás. És hogyha van, akkor ezt nyugodtan elővehetitek, főleg ha open source, miért ne vehetnétek elő, és kezdjétek arra építkezni. Jó? Nagyon fontos és nagyon hasznos dolog, hogy kérdezzetek kollégákat, tapasztaltabbakat, hogy hogyan lehetne elindulni, mit lehetne elkezdeni csinálgatni, hogy merre lehetne elkezdeni nézelődni. Nagyon fontos, hogy ne találjuk fel újra a kereket. Akár magas szinten gondolkodunk, mondjuk egy game engine-nél, vagy akár alacsony szinten, ugye amire korábban utaltam, a sort függvény. Nem írjuk meg a sorbarendezés függvényt, mert már készen van. Használjuk nyugodtan, azért van ott. Jó? Game engine-eknél is hasonlóan. Nyilván elindulásnál mondjuk előveszünk egy Unreal Engine-t, vagy ilyesmit. Tökéletesen jó, használható. Aztán majd később, hogyha az nem felel meg nekünk, és már hatalmas cég vagyunk, írhatunk sajátot, de ezt elején még nem biztos, hogy erőltetni kell. Jó? Tényleg, ahogy mondtam, ne találjuk fel újra a kereket, mert már föl van találva. Most már nézzük meg a számológépet. Ugye, ahogy beszéltük is, ilyen kifejezéseket akarunk kiértékelni, és akkor erre írjunk egy nagyon egyszerű kis, úgymond első példát. Már is előveszem itt a dolgokat. Jó, tehát írunk egy nagyon-nagyon egyszerű kis példát. És ez legyen a kalk 001. Most itt én már elkezdek ilyen verziószámokat is adni. Ezt nem töröltem ki, úgyhogy akkor létrehozok itt egy plusz foldert. Jó, elkezdek itt egy kicsit így verziószámozni is. Jó, ez a V0.0.1. Jó, általában így szoktuk kezdeni, aztán haladunk szépen az 1.0 fele. Ha minden igaz, hát két hét múlva már elérkezünk az 1.0-ához. Legalábbis remélem, majd igyekszem.
Jó. Úgyhogy kezdjük a 0.01-jel, és tényleg kezdjük a szokott módon. Hát itt nyomok egy kis copypastát, mert az a biztos. Ugye a szokásos boilerplate-tel. Na, és akkor ugye hogyan is néz neki? Ugye próbáljuk meg kommunikatívra írni a programunkat, legalábbis valamilyen szinten, hiszen azért csak userek fogják ezt használni, vagy legalábbis tételezzük fel, hogy a usereknek írjuk, úgyhogy írjunk is ki valamit, mégpedig azt, hogy írjon be egy kifejezést. Jó. Tehát írjon be egy kifejezést. Na de hogyan is nézzen ki egy kifejezés? Hát hogyha visszaemlékeztek, mondtam, hogy induljunk kicsibe, és mindig bővítsük új-új feature-ökkel a programunkat, amikor elégedettek vagyunk az aktuális verzióval. Hát mi legyen az első dolog, mondjuk, hogyha visszatekintünk ide a prezire, mondjuk legyen az, hogy az összeadást megcsináljuk. Valamilyen szinten. Jó? Hát ugye nyilván egy összeadásnak mondjuk legyen két operandusa, ugye van az összeadás operátor, meg ugyanúgy egy bal érték, meg van egy jobb érték, ugye ami az operátorunk bal, meg jobb oldalán áll. Jó? És ugye ezeket szeretnénk úgymond, ilyen kifejezéseket szeretnénk kiértékelni. Hát, ugye először működjön mondjuk egészekre, aztán szépen haladunk majd a double-ök fele. Jó? Mármint úgy ért, hogy a valós számok fele. Egyelőre legyenek integereink. Jó? És akkor nézzük is meg ezt a két integert, vagy hát deklaráljuk is. Legyen egy bal érték, meg legyen egy úgynevezett jobb értéke a kifejezésnek. Jó? Tehát left value, illetve right value. Oké. Okay. Na most ugye, tehát ezt ugye be fogjuk olvasni ugye a parancsorból. Érdemes az operátort is eltárolnunk. Mondjuk. Hát, inicializáljuk ezt is, mondjuk ez nem lenne fontos, de biztos, ami biztos. És ugye legyen egy változónk, amiben mondjuk eltároljuk az eredményt. Miért is ne? Oké. Na, és akkor olvassuk be a szokott módon. Ugye először a bal értéket, aztán az operátort, majd a jobb értéket. Jó. Hát esetleg megengedhetjük azt most ebben az esetben, hogy mondjuk legyen egy kivonás is. Miért ne lehetne? Simán lehetne. Ugye ez esetben akkor az operátort meg kell néznünk, hogy pontosan mi. Összeadás vagy kivonás. Ugye? Most erre meg írhatunk egy nagyon egyszerű kis elágazást. Tehát, hogyha az operátorunk az összeadás, akkor az eredményünk legyen ugye a két operandusnak az összege, tehát a bal értéknek és a jobb értéknek az összege. Egyébként meg, hogyha kivonás, akkor az eredmény legyen a bal értéknek és a jobb értéknek a különbsége. Hát ez eddig nem egy nagy valami, ugye? Tehát nyilván itt az összeadás kivonásnál ez igazából viszonylag egyszerű. De hát nyilván, ahogy mondtam, kicsiből indulunk, és majd ezt fogjuk bővíteni új feature-ökkel. Jó. Na, ami még kell, hogy írjuk ki az eredményt. Írjuk ki az eredményt, és nézzük meg, hogy működik-e. Oké. Okay. Igen. Szokásos hiba mindig előjön. Mindig elfelejtem odamásolni a header fájlunkat. Hát, és nem is szerintem nem is így fogom, hanem közvetlenül mellé másolom. Elnézést kérek. Ez a szokásos mini elfelejtem. Jó. De hát a programunk lefordul, futassuk le. Én nagyon izgatott vagyok.
Mondjuk írjuk be 12 meg 3. Na, eddig remek. Most próbáljuk ki a kivonást. Eddig ez is működik. Na, hát ez szuper, szuper. Összeadás, kivonás működik. Nyilván itt még most stresszteszelhetnénk a programunkat, tehát írhatnánk be így 1000 meg 1000 kifejezést. Egyelőre ez rendben van. Na most nézzük meg, hogy mi van, ha tört számot írunk be. Nyilván akkor nem szabadna működnie. Viszont valami gond, még valami gond azért van. Jó? És akkor látjuk, hogy kezdődnek a misztikus hibák, a misztikus problémák, hogy akkor ez most hogyan? Miért? Most mi történik? Ugye? De jó, nem akarok előre szaladni, de látjuk, hogy azért vannak problémák. Elsőre ez így egyébként nem is a rossz, alapvetően. Nyilván itt még ugye a double-ök nincsenek lekezelve, tehát ez nem meglepő, hogy nem működik, de alapvetően az összeadás kivonás működik, esetleg megnézhetjük mínusz számokra is, még ez is jónak tűnik. Még ez is jó, alapvetően mondjuk itt már kicsit kezd olyan furcsa lenni, hogy hát lehet, hogy oda kéne egy zárójel, de még ezek is működnek. Jó, tehát egész számokra az összeadás kivonás működik. Legalábbis úgy néz ki a dolog. Jó, na, menjünk tovább, és kicsit bővítsük a programot. Kicsit nagyobb lépésekbe fogok haladni. Nyilván a könyvben is olvashatjátok és nézhetitek. Bővítsük ki ezt a programot, de el is mentem más néven. És akkor ez legyen a 002, hogy ugye rendben van, de ez csak egy kifejezést értékel ki, ott is csak az összeadás kivonást. Úgyhogy egyrészt bővíteni kéne azzal, hogy idehozzuk a szorzásosztást. Jó iránynak tűnik ez. Hozzuk be a szorzásosztást is, és ne csak egy lépésbe értékeljen ki, hanem mondjuk egy ciklusba folyamatosan értékeljen ki kifejezéseket. Tehát beírunk neki egyet, írja ki az eredményt, majd megint kéri az inputot, beírunk valamit, megint értékelj ki, tehát egy ilyen kis ciklusba, mondjuk ilyen végtelen ciklusba betesszük ezt az egész kis programot. Jó. Rendben van. Úgyhogy akkor egy picit változtatunk a struktúrán, illetve nyilván az alapján fogunk menni, amit a könyv is használ. Első lépésben bővítsük ki mondjuk ezt, és ezt most már kiteszem itt nagyba, mert lassan nem férünk ki, hogy tegyük be zárójelbe azt, hogy milyen műveleteket tudunk elvégezni, és akkor itt bejön ugye most már a szorzásosztás is. Jó, rendben van. Na most mivel folyamatosan értékelünk ki kifejezéseket, ezért csináljunk már egy olyat, hogy mondjuk a kifejezést igazából úgy lenne jó, hogy valamivel lezárjuk. Mondjuk legyen egy X, amivel lezárjuk, és akkor tájékoztassuk erről is a usert. Jó, tehát hogy a kifejezés végére dobjon egy X-et, azzal jelezve, hogy a kifejezés végére értünk. Oké, és... jó, és nyilván így akkor szépen kezdjük el olvasni az inputunkat, egészen addig, amíg adott sorban a kifejezés végére nem írünk. Jó. Hát mondjuk ez egy viszonylag egyszerű megközelítés, viszont számít, viszont igényel némi módosítást. Jó. Úgyhogy akkor kezdjük azzal, mert itt már nyilván szeretnénk kicsit, fölvillantom megint a diát, szeretnénk kicsit bonyolultabb kifejezéseket beolvasni. És akkor itt ugye már nyilván az iménti megközelítés nem fog működni, mert hát most itt megpróbálom mellé tenni, hogyha itt látjátok, és nem csinálom el teljesen,
hogy ugye itt a legelső verziónál ugye látjuk, hogy igazából csak ilyen típusú kifejezéseket tudunk, tehát amilyen bal érték, operátor, jobb érték. Tehát ami összvisz ennyiből áll. Most ilyeneket már nem fogunk tudni úgymond kiértékelni, mert nyilván ez már nem passzol, nem illeszthető. Úgyhogy akkor azt kéne csinálni, és ezért is fontos az x, amit bevezettünk, hogy kezdjük el, és egészen folyamatosan értékeljük ki a kifejezésünket egészen addig, amíg a végére nem érünk, pontosabban az x-ig nem érünk. Jó? Hát egy megközelítésnek ez se tűnik rossznak. Próbáljuk meg, hogy működik-e. Nyilván implementáljuk, és akkor fogjuk látni. Na és akkor ezt hogy tudjuk? Kezdjük el a legelső úgymond operandusnál. Olvassuk be a bal értéket. Olvassuk be először a bal értéket. És ezután hát mondjuk tegyünk ide rögtön egy hiba kezelést, ha már tanultuk. Akkor miért is ne legyen egy kis hiba kezelés. Csak ennyi, hogy nem bal érték. Nem kell ennél többet igazából. És akkor kezdjük el így szépen beolvasni a kifejezés további részeit. Hát ez pedig egy ciklusba kellene. És ebbe a ciklusunkba olvassuk az operátort. Pontosabban operátoronként olvasunk. Így van, tehát olvasunk szépen operátoronként. És hát így akkor ez nem kell. Majd lehet, hogy ezt a részt is picit még finomítjuk. Majd lehet, hogy törüljem is ki. Hát egyelőre ott hagyom, csak hogy lássuk, hogy jól haladunk-e. Jó? És akkor itt nézzük meg, hogy az operátor, pontosabban amit beolvasunk, az x-e vagy sem. És hogyha ez nem x, akkor még ez azt jelenti, hogy nem vagyunk a végén, és akkor olvassuk be a jobb értéket is. Ugye? Yeah. Mert mi történik? Ez a for ciklus szépen olvassa be nekünk az operátort. Ugye? Yeah. Tehát itt első lépésben a ciklus előtt beolvastuk a bal értéket. Jó? Itt a ciklusban szépen megyünk tovább, beolvassuk az operátort, mert ugye bal érték után jön az operátor. Hogyha ez az operátorunk nem x, tehát mondjuk mi ha nem x, akkor összeadás, szorzás, kivonás, osztás, akkor utána olvassuk be a jobb értéket is. Jó? Mert akkor utána jön a jobb értékünk. És igazából ezt kellene itt csinálnunk szépen folyamatosan, tehát ugye operátor, bal érték, vagy bal érték, operátor, jobb érték. Oké. És akkor ezután mehet tovább a ciklus, mert a jobb érték után megint operátor jön. Ugye? Az operátor után meg megint jobb érték jön. Legalábbis valami ilyesmire számítunk, hogy így nézzen ki. Jó. És aztán ide megint tehetünk egy picike kis hiba kezelést, hogyha nem sikerült ezt beolvasni. Miért bonyolítom? Jó, tehát ha nem sikerült beolvasni, mit jelent ez? Tehát hogyha az, amit beolvasnánk, nem egy szám. Itt most konkrétan, mert ugye az L-value ez egy integer, tehát hogyha nem egy szám, akkor megint egy pici kis hiba kezelés. Hát nem túl beszédesek ezek a hiba üzenetek, de most ez szerintem elég ide. Jó. Na, és akkor ugye ezt lépésről lépésre jó lenne megnézni, hiszen akkor most ott tartunk, hogy van egy bal értékünk, amit itt az elején beolvastunk, van egy operátorunk, meg van egy jobb értékünk, hogyha minden rendben van, és most itt tartunk. Hát akkor ezt értékeljük ki, még mielőtt tovább haladnánk, mert ne legyen, ne az legyen, hogy fölülírjuk ugye a korábbi operátorunkat és jobb értékünket, tehát értékeljük ezt ki. Mégpedig ugye a szokott módon
tehát ahogy itt is csináltuk. Csak mivel itt már négyféle operátorunk van, ezért használunk egy switchet, mert így akkor ez szerintem mindenképp átláthatóbb. És hogy így szépen nézzük meg, hogy milyen eseteink vannak. Hát nyilván, hogyha összeadás, akkor adjuk hozzá a jobb értéket a bal értékhez. Hát most itt nem lesz külön result, szerintem ezt így ki is törlöm akkor. Egész egyszerűen a bal értékhez hozzáadjuk a jobb értéket. Alapvetően szerintem ez is egy jó megközelítés. Ugye break-eljünk. Ugye switchbe beszéltük, hogy készenként érdemes break-elni. Hogy jól működjön. Jó, jöhet a kivonás. Itt akkor a bal értékből kivonjuk a jobb értéket. És megint break-elünk. Kicsit furán törd el most a sublime. Így talán jobban látszik. Jó, van egy újabb esetünk. Itt legyen mondjuk a szorzás. Akkor ugye a bal értéket megszorozzuk a jobb értékkel. Legyen egy osztásunk. Bocsánat, ne maradjon el. Oké, és... Jó, az osztásnál ugye elosztjuk, és megint break-elünk. Jó. Na, és akkor ugye nagyon fontos, switchbe legyen default is. Ez az, amikor egyik se. Jó. Hát mi van, hogyha egyik se? Hát mondjuk vagy hiba van, vagy a végére értünk. Úgyhogy akkor, ha a végére értünk, akkor pedig írjuk ki az eredményt. És itt ugye a bal értékben lesz az eredményünk eltárolva. És hát itt akkor most már lépjünk is ki a programból. Azt mondom. Azt mondom, hogy akkor lépjünk ki a programból. Csak az egyszerűség kedvéért. Jó. Na, viszont itt még egy pici kis hibakezelést csinálnánk. Ugyanis, ha már így írtuk meg, akkor ugye ez a for ciklus szépen végig fog menni a kifejezésünkön, legalábbis ezt várjuk. Ugye beolvassuk a bal értéket, beolvassuk a jobb értéket, meg ugye az operátort, és szépen végig megyünk így a kifejezésünkön. Szépen folyamatosan értékeljük ki, és összeadogatjuk, kivonogatjuk, szorozgatjuk, osztogatjuk. És hogyha a végére értünk, tehát már nincs több kifejezésünk, pontosabban nincs több operátorunk, akkor ugrik ide a default ágra a switch, kírja az eredményt és kilép a program. Hát jónak tűnik. Esetleg ide még tegyünk egy kis hibakezelést, vagy egy hiba üzenetet, csak hogy a user tájékoztassuk. Nem mintha ez sokat segítene rajta, de esetleg ezt megpróbálhatjuk. Hát ez szerintem itt ki is törlöm, mert ez így akkor már nem fog kelleni. Jó. Na tehát akkor mit is csinálunk? Ugye, hát egyrészt tájékoztatjuk a user-t, hogy mik az elvárásaink. Ez rendben van. Itt ugye a két változót fölvesszük. Első lépésként ugye, amikor olvassuk, beolvassuk a bal értéket. Rendben van. Hiba kezelünk. Ha nem jó, akkor rögtön hibát írunk. Butaság a dolog. Kezd előről. Jó. És utána szépen elkezdjük beolvasni a kifejezésünket, úgyhogy operátor jobb érték. Operátor jobb érték. Jó. És szépen így megyünk egészen addig, amíg a végére nem érünk. Jó. Ugye az operátorunknak adhatunk egy ilyen x-et, akkor az azt jelenti, hogy a végére értünk. A végére értünk.
Tehát beolvassuk itt az operátort, majd beolvassuk a jobb értéket. Na, innentől kezdve ugye van nekünk egy bal értékünk, egy jobb értékünk, egy operátorunk és egy jobb értékünk, és az operátor alapján tudunk egy ilyen kis elágazást írni, ha összeadás, ha kivonás, ha szorzás, ha osztás, akkor mi történjen. Jó? És akkor ezek itt szépen le vannak kezelve, az egyszerűség kedvéért a bal értékhez hozzáadjuk a jobb értéket. Jó. Megyünk tovább, következő lépés, megint beolvasunk egy operátort, és itt most ez azért is érdekes, mert akkor a bal értékünk, ugye, tehát az eredményünk, ami itt kialakul, lesz a bal érték a következő kifejezésnek. Jó. És akkor megint beolvassuk az operátort, hozzá megint beolvassuk a jobb értéket, kivéve ha x-et írtunk, és megint kiértékeljük. És az egészen addig megy, amíg van mit olvasni, tehát ha már nem ezek a operátorok jönnek, akkor ugrik ide a default ágra, és kiírja az eredményt. Hát legalábbis ezt szeretnénk, nézzük meg, hogy így működik-e, mert hát közel se biztos. Jó, na ez már a következő verzió. A program lefordul, ez mindig meglepő. Na és akkor nézzük. Jó, eddig rendben van, kéri, hogy írjunk be egy kifejezést. Ránézek a példára, hogy itt pontosan mi is a példa, amit nekünk ki kéne értékelni. Hát mondjuk 2 plusz 2 ször 3. Hát írjuk be ezt. És utána tegyünk egy x-et. Na, az eredmény 12. Na, és akkor itt jön megint ez a közösségi médiás baromság, hogy akkor ez most 12, vagy hogy is van, mennyi is? Na, de hát rögtön látjuk, hogy itt valami nem oké. Ugye? Jó. Tehát, ugye itt ennek a kifejezésnek az eredménye, az mennyinek kéne lenni? 8-nak, ugye? És egy 12-t ír. Hát ez gond. Próbálgassunk már egy kicsit. Ugye itt a simát azt reményeink szerint kiírja jól. Jó, tehát a result az 4, itt ez jó. Mondjuk nézzük meg sima szorzásra. A sima szorzás is jó. Mondjuk egyelőre mindig 4-et ér ki, szóval próbáljuk már meg más számra is. 3x6 az 18, még ez is jónak tűnik. Akkor mondjuk 6 per 2 az 3, ez is jónak tűnik. Próbáljunk meg ilyen 2x6 meg 8 mondjuk. Opa. Na és akkor már is az első hiba, mi van, ha elfelejtjük az x-et. Jó, mondjuk itt ezt még most pont megcsinálta. Ez itt jól működik, 6x2 12. Meg 8 az 20, ugye? Jól működik. Na, akkor lassan látjuk szerintem, hogy mi a probléma. Ugye? Lassan látjuk, hogy mi a probléma. Ugye ezzel a megoldással, hát vannak gondok. Vannak gondok mindenképp. Ugye a kiértékelési sorrendet nem veszi figyelembe. Jó, tehát itt nekünk ezekkel van probléma. Hogy ugye ezt nem ilyen sorrendbe kéne megoldani, mint ahogy itt ezt implementáltuk. Jó, erre utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy hát elkezdjük írni, és nem fognak működni. Jó, úgyhogy itt azért vannak gondok. Esetleg még nézzük rá, hogy mi van, hogyha így külön-külön írja be a user, de mondjuk ez még éppen jól működik. Jó. Oké is. Na. Úgyhogy akkor megint majd egy kicsit módosítanunk kell a programon. Látjuk azt, hogy ez így nem igazán működik. És megmondom őszintén, hogy ez nem is fog így működni. Tehát kicsit most ott vagyunk, hogy hát kuka az egész. Sajnos. Sajnos kuka az egész. Mert ez így nem jó. Jó? De ez egy teljesen normális dolog, hogy amit írtunk most az elmúlt fél órában, még szerencsé, hogy csak fél órát vett igénybe, ez így nem működik. Jó? Úgyhogy ez így egy zsákutca, de semmi probléma, hiszen ilyen zsákutcák azért gyakran előfordulnak fejlesztés során, ez egy teljesen természetes része a dolognak.
Úgyhogy vissza kell térnünk a tervezőasztalhoz, és végig gondolnunk újra, hogy hogyan is kéne ez kinézzen. És akkor itt visszautalnék az előadásra, hogy olvasgassunk. És nyilván mi most nekiszaladtunk a dolognak, megpróbáltuk intuitíven valahogy megoldani a dolgot, de nem igazán működik, és ez így nem is fog működni. Jó? Tehát nyilván itt az, hogy tényleg operátorról operátorra olvasgatom be, ez nem fog működni, mert ugye ez így lineárisan olvas be bármilyen hosszú kifejezést. Nekünk meg fontos az, hogy különbséget tegyünk, hogy mi az operátor. Jó, tehát fontos nagyon, hogy különbséget tegyünk az operátorok között, és az alapján valamilyen sorrendet definiáljunk. Jó. Na most, nyilván amit mondtam, hogy olvassunk utána, kérdezd meg kollégákat, tapasztaltabbakat, az itt hangsúlyosan előjön. Én most megadom nektek a megoldást, illetve a könyv is megadja nekünk a megoldást, mégpedig a nyelvtan formájában. És én nyelvtani kifejezéseket, nyelvtani szabályokat fogunk most implementálni, hiszen kifejezéseket valamilyen szabályrendszer szerint szoktunk kiértékelni. Egyébként a fordító program is valahogy így működik, ugye amikor a programotokat fordítjátok, az is szabályok szerint értékeli ki úgymond a programkódotokat, de ne szaladjunk ennyire előre. Jó. Úgyhogy valamilyen nyelvtani szabályrendszert kell nekünk felállítani, és ez az a rész, ami kicsit lehet, hogy nehéz lesz most így hirtelen. Szerencsés lenne, hogyha ebbe az első félben lenne nektek számítástudomány tantárgyatok, mert ezt abból a tantárgyból fogjátok megtanulni szerintem a következő fél évben. Ez most nem igazán tartozik ide, de lehet, hogy a logika helyett szerencsés lenne valami ilyesmit, ilyen alapszámítástudományt tanulni, de hát ki vagyok én, hogy ezt megmondjam. Úgyhogy én most nagyon röviden el fogom mondani, meg nagyon tőre, hogy mi az a nyelvtan, mik azok a nyelvtani szabályok, és hogyan működnek igazából. Nagyon fontos, hogy nem vagyok szakértője a témának, tehát most ilyen bonyolult kérdéseket ne akarjatok föltenni majd nekem. A lényeg, hogy ezek alapján, a nyelvtani szabályok alapján fogjuk most ezeket a egyszerű matematikai kifejezéseket kiértékelni. Ami nekünk tényleg lényeges lesz, hogy ezeket a szabályokat hogyan fogjuk implementálni, hogyan fognak ezek a programunkba megjelenni. Jó? Tehát ez lenne itt igazából az elsődleges lényeg. Elsődleges szempont, hogy ezeket implementáljuk. Na, és akkor nyilván maradjunk az angolnál, de megadom majd a magyar megfelelőit is, ahol van, nem mindenhol tudom. Ugye kezdjük azzal, hogy van nekünk egy kifejezésünk. Jó? Ez már egy ilyen nyelvtani szabályrendszer, mindjárt itt szépen végigmegyünk, hogy pontosan hogyan is néz ki. Tehát van egy kifejezésünk, tetszőleges matematikai kifejezés, amiket az imént is néztünk, 2 meg 3 szor 6, ez egy matematikai kifejezés. Na most, hogyan is nézhet ki egy kifejezés? Például itt van néhány példa, ugye szorzás, osztás, esetleg zárójel. Jó, tehát nyilván itt már akkor bevezetjük kicsit a zárójelet is. Most egy kifejezés állhat egy ilyen termből, amire megint lesz majd egy szabályrendszerünk, hogy hogyan is nézhet ki. Jó, de egyelőre ne szaladjunk előre. Jó, tehát van a kifejezésünk, ami állhat egy termből, állhat egy kifejezésből, egy összeadásjelből és egy termből. Jó? És ugye az összeadásjelnek, tehát ennek az operátornak, ugye akkor ez a bal értéke, ez pedig a jobb értéke, ami most nem is feltétlenül fontos, hogy konkrét értéke, mondjuk azt, hogy az összeadásjelből bal oldalán állhat egy kifejezés, a jobb oldalán meg egy term. Jó? És ugyanez igaz a kivonásjelre is, pontosabban a kivonás operátorra is, de látjátok, hogy aposztrófok között van, tehát itt most mind karakter fontos, hogy összeadás meg kivonás. Jó. Okés. Na és akkor ugye látjuk, hogy a kifejezésre ugye így rekurzívan működhet ugyanez a szabályrendszer is, tehát a kifejezés megint lehet term, megint lehet ilyen alakú, tehát ilyen kifejezés plusz term, vagy kifejezés minusz term. Oké. Na most mi az a term? Ugye a term, ugye itt ennek megint megvan a szabályrendszere, hogy hogyan is nézhet ki, milyen elemekből állhat egy ilyen term.
Most Tarn az lehet primary önmagában, azt majd mindjárt megnézzük, hogy pontosan micsoda. Vagy lehet egy term, egy szorzásjel, meg egy primary. Hát itt most csillag, ami nem biztos, hogy szerencsés, de legyen csillag. Jó? Akkor ugyanez lehet osztásra is, meg mondjuk engedjük meg azt, hogy legyen ilyen moduláris osztásra is. Jó, tehát erre a klasszikus moduló műveletre, hogy moduló műveletre is értelmezve van. Okés. Picit már esetleg talán látszódik, hogy ez már majd feltételez valami fajta hierarchiát is, de még mindig nem akarok előre szaladni. Itt van egy-két példa, tehát 1x2, vagy 1-2x3,5. Itt már becsempészte ugye a double-öket is. Engedjünk meg majd a double-t is. Jó, rendben van. Na de ugye mondtuk, hogy van ez a primary, de akkor meg kell mondanunk, hogy mi is az a primary, tehát milyen szabályok, hogyan is néz ki egy ilyen primary. Jó, és akkor ezt pedig itt adjuk meg, ennél a nyelvtanunknak ennél a részénél. Ugye a primary egyrészt lehet number, numbert is majd nyilván definiáljuk, hogy pontosan mi lehet, illetve állhat egy bezárójelezett kifejezésből. Jó, tehát egy expression, ami zárójelek között van. Okés. Na most mi az expression? Azt pedig már megmondtuk itt. Jó, és ezt így szépen iteratívan, vagy hát rekurzívan majd ezt meglátjuk, hogy hogyan is csináljuk meg, folyamatosan lehet alkalmazni az adott kifejezésre. Na és akkor mi az a number? Hát a number pedig egy ilyen lebegőpontos literál, ez pedig már úgymond a C++ definiálja, tehát itt ez már a C++-ban megvan, hogy ez hogyan nézhet ki. És ezt már tanultuk pár héttel ezelőtt, hogy hogyan nézhet ki egy ilyen lebegőpontos literál. Jó. Na, tehát lebegőpontos literálokat írunk egymás után, operátorokkal, illetve zárójelekkel elválasztva, nyilván ezeknek a nyelvtani szabályoknak megfelelően. Jó. Pici kitérő, mi is az a nyelvtan, kifejezésekre vonatkozó szabályhalmaz, mindjárt megnézzünk pár példát is konkrétan, hogy hogyan is csináljuk ezeket, szabályok kifejezésére és elemzésére alkalmas. Nyilván van pár szabály, ami már alapban úgymond belénk van drótozva, ha úgy tetszik, például ezt megtanultuk, hogy hogyan kell megoldani. Jó, tehát ez mit tudom, nem is, hogy általános iskolában már ezt tudjuk, alsó tagozatban, talán már van szorzásosztás, most elnézést, hogyha esetleg ezt rosszul mondom, nem nagyok otthon a általános iskolai tananyagba, de ezeket ott már ezeket megtanultuk, hogy hogyan működnek. Tudjuk, hogy hogyan kell szorozni, tudjuk, hogyan kell osztani, tudjuk, hogy milyen sorrendben kell ezeket kiértékelni, megoldani. Jó, vagy itt van például ez az angol mondat, ugye angolban ráadásul nagyon kötött a szórend is, tudjuk, hogy ezek hogyan is kellene, hogy kinézzenek, tudjuk, hogy hogyan értékeljük ki ezeket, hogyan értelmezzük ezeket. Jó? Ezek úgymond, úgy nagyjából belénk vannak drótozva. És tudjuk azt is, hogy ez így nem lesz jó. Tehát ez nem így kell. Ugyanez az angol mondatra is. Jó? És ezeket a dolgokat nyelvtani szabályok határozzák meg, hogy hogyan kell lennie. Nyilván ezeket nem a klasszikus nyelvtani szabályok, tehát nem a angol vagy a magyar nyelv, hanem a matematika szabályrendszere. Jó? De erre is tudunk nyelvtant alkotni természetesen. Jó? Úgyhogy ezeket tudjuk, de ugyanígy magyarban is, ott a szórend egy picit kötetlen, de a magyar nyelvnek is van nyelvtana. Jó? Ugyanúgy, ahogy az angol nyelvnek is van nyelvtana, megvan, hogy mit lehet és mit nem, és ugyanígy ugye a programozási nyelveknek is van egy nyelvtana. Jó. A C++-nak is van egy nyelvtani szabályrendszere, hogy hogyan építsük fel egymás után, hogyan kell, hogy ezek kinézzenek. Jó. És hogy ugye a kérdés az az, hogy hogyan mondjuk el ezeket a számítógépnek, hogy hogyan jó és hogyan nem jó. Nyilván erre használhatunk szabályokat, nyelvtani szabályokat, ezeket fogjuk most tulajdonképpen implementálni. Jó. És az, hogy mi honnan tudjuk, hát ez már filozófia. Nyilván nem egyszerű ezt is végig kell gondolni, hogy pontosan miket szeretnénk implementálni a programunkba, azokra kell nyelvtani szabályrendszert alkotni. Jó? És innentől kezdve, hogy szépen írjuk a programunkat, építjük a programunkat, ezeket a nyelvtani szabályokat fogjuk beépíteni
ezeket a nyelvtani szabályokat fogjuk implementálni, illetve amikor új feature-öket adunk hozzá a számológépünkhöz, első körben ezeket a nyelvtani szabályokat fogjuk bővíteni. Majd ezeket implementáljuk. Jó? Oké, és na. Köszönöm, iszok egy kortyvizet. Tényleg sokat beszélek. Inkább a kezem járna, mint a számmi. Jó. Rendben van. Úgyhogy nézzünk is egy példát. Egy nagyon egyszerű kis példát erre az angolra. Ezt a könyvben is megtaláljátok. Hogy hogyan kell egy ilyen angol nyelvi mondatot, hát, párzolni. Elnézést kérek, hogy így mondom. Nem is tudom, hogy talán kiértékelés lenne a jó szó erre. Mi parsingnak fogjuk mondani. Jó? Tehát hogyan kell párzolni? Megnézem, mert nagyon rosszul hangzik. Jó? Oké. Na, szóval van nekünk ez a mondatunk, ami itt volt az előbb, ez a birds fly, but fish swim. És itt van nekünk egy ilyen egyszerű kis szabályrendszer az angol mondatra. És akkor hogyan is néz ki egy mondat? Hát mondjuk nézzen ki úgy, hogy áll egy igéből, egy főnévből, meg egy igéből. Ugye, jól mondom, főnév meg ige. Igen. Jó. Vagy legyen úgy, hogy áll egy mondatból, valamilyen kötőszóból, meg egy másik mondatból. Jó. Hát ezt hívjuk összetett mondatnak, mondjuk. Jelenleg most legyen ez egy összetett mondat. Jó, és akkor itt szépen egyesével megadjuk, hogy miből állhat egy ilyen kötőszó, vagy pontosabban milyen szabályok alkalmazhatóak a kötőszóra, mi az a szabályrendszer, ami leírja a kötőszó fogalmát. Hát itt jelen esetben most ilyen literálokat adott meg, ilyen sima string literálokat, vagy szavakat. Ugye ez a és vagy de, mondjuk ezek kötőszavak, jelen esetben szerintem ez így rendben is van. De hogyha megadtuk a kötőszót, akkor adjunk meg a főnevet, meg az igét is. Ugye a főnevünk lehet ilyen, hogy birds, fish, C++, itt megint csak sima string literálokat adott meg, mint ahogy ugye az ige szabályrendszerére is, arra is ilyen nagyon egyszerű kis string literálok vannak, ugye szavak, rules, fly, swim, igazából itt most külön plusz szabályokat nem vezetett már be. Na és akkor, amit itt nekünk meg kell nézni, hogy ez a mondat, hogy ez a birds fly but fish swim, ez megfelel-e a nyelvtani szabályrendszerünknek. Jó. Ugye, amit látunk, hogy fontos a sorrend, tehát látjuk, hogy itt egy mondat áll egy főnévből, meg áll egy igéből, de ebben a sorrendben. Ugyanúgy, mint ahogy az összetett mondat áll egy mondatból, egy kötőszóval és egy mondatból, ebben a sorrendben. Jó? Tehát nagyon fontos a sorrend is. És itt van, látjuk, hogy itt a birds fly, hát ugye a birds az egy főnév, a fly az egy ige, tehát ez így megfelel a mondat szabályrendszerének, mert ebben a sorrendben, hogy főnév ige, szerepel itt a szabályunk, a nyelvtanunk leírásában. Jó. Tehát ez, hogy birds fly, ez egy mondat. Tehát a mondatnak megfelel. Na most ugorjunk egyet, nézzük meg ezt. Ugye fish swim, ez is megint főnév ige, ebben a sorrendben. Tehát ugyanaz a szabály alkalmazható rá, mint az imént. Tehát ez megint megfelel a mondat szabályainak. Tehát ez is egy mondat. Nagyon egyszerű, de az mindegy mondat. Na most nézzük meg, hogy a teljes mondat megfelel valamilyen szabálynak, van-e olyan szabályunk, aminek ez megfelel. Hát ugye ezt beszéltük, hogy ez egy mondat, meg ugye ez is egy mondat, és itt közte van ez a szó, hogy but, ami egy ilyen conjunction, vagy kötőszó. Na most nézzük meg, hogy van-e olyan szabályunk, ami olyan, hogy mondat, kötőszó és mondat, így ebben a sorrendben. Hát igen, van szabályunk, ami a mondat szabályainak megfelel. Tehát ez az egész egy mondat, innentől kezdve. És rögtön le is ellenőriztük, hogy ez a mondat, hogy birds fly but fish swim, megfelel-e a mi nyelvtani szabályrendszerünknek. Jó? Alapvetően igazából most itt első körben nekünk ennyi elég is, főleg ennél a példánál, hogy leellenőrizzük, hogy jó-e vagy sem. És egyelőre úgy néz ki, hogy jó,
Mármint, hogy nyilván ez a mondat a nyelvtani szabályrendszerünknek megfelel. Jó. Fú, Bence már teljesen kikészült. Jó. Semmi pánik, hamarosan világos lesz. Jó. Főleg, amikor elkezdjük implementálni. Akkor meg pláne világos lesz. Jó. Rendben van. Na, menjünk egy kicsit tovább, és nézzük meg a matematikára, illetve pontosabban a mi a szabályrendszerünkre, amit majd a számológépbe fogunk implementálni, hogy hogyan néz ki ez a dolog. Ennyit akarunk csak párzolni a kettes számot tulajdonképpen. Tehát ennyi, hogy kettő, semmi több. Jó? Na most nyilván induljunk el innen alulról. Ugye a kettő az mi? Az egy lebegőpontos literál. Most az, hogy ez konkrétan egy egész, az teljesen mindegy. Ugye egészeket is tudunk lebegőpontos változókba tárolni, tehát egész szám is lehet lebegőpontos literál. Na most a lebegőpontos literál az egy szám. Tehát a szabályrendszerünk szerint az egy szám lesz. Tehát igazából ez ennek megfelel. Na most itt látjuk, hogy a szám az szerepel a primary szabályrendszerébe, tehát egyúttal már ez akkor primary is. Na most látjuk, itt ha kicsit föntebb megyünk, hogy a primary az szerepel a term szabályrendszerébe így magában önállóan. Tehát mehetünk tovább, és itt a term pedig szerepel a kifejezés szabályrendszerében. Tehát most mondhatnánk azt, hogy a kettő, hogy így önmagában leírjuk, már kifejezés. És term, és primary, és number egyben. Jó? Nagyon, nagyon jó. Ezzel most amúgy mit kezdjünk? Hát nem igazán lehet semmit se kezdeni. Most beírjuk egy számológépbe azt, hogy 2, megvárjuk az eredményt, kiírja, hogy 2. Hát ezzel azért annyira nem vagyunk tovább, viszont később majd fontos lesz, hogy ez a hierarchia ez így szépen sorba megvan. Na nézzünk egy kicsit komplexebb kifejezést. Hát, mondanám, hogy komplexebb, de hát a sima számnál mindenképp komplexebb. Nézzük már a 2 plusz 3-at. Van olyan szabályunk a szabályrendszerünkben, ami megfelel annak, hogy 2 plusz 3, és az imént ezért mentünk végig a sima számon, mert látjuk, hogy a 2 az megfelel, tehát benne van úgymond mindegyik ilyen szabályunkban, tehát ugye a floating point literál az egyben number, egyben primary és egyben term is, és egyben expression is. Na most, ugye van egy olyan szabályunk itt, hogy amit ellenőriznünk kell, hogy ez kifejezése, hogy expression plusz term. Na most, ugye a számok, tehát ezek a floating point literálok, ugye expressionok és termek is egyszerre, ha köztük van egy ilyen összeadás jel, akkor ez a szabály alkalmazható erre a kifejezésre, és innentől kezdve akkor azt mondjuk, hogy ez a kifejezés egy valid, legális kifejezés, megfelel a szabályrendszerünknek. Jó, rendben van. De ezzel azért még mindig nem vagyunk annyira kisegítve, pontosabban valamelyest ki vagyunk segítve, mert legalább az ilyen egyszerűeket meg tudjuk nézni, de még mindig nem válaszolt nekünk arra a problémánkra, hogy ilyen hierarchikusan kellene ezt a dolgot kezelni, már olyan értelemben, hogy nyilván vegyük előre a szorzás osztást, és utána értékeljük ki az összeadás kivonást. Jó? Tehát ez még mindig azért nem az igazi. Lépjünk hát egyel tovább, és nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha van egy szorzásunk is. Ugye? Na, hát itt azért már tényleg bonyolódik a helyzet, kicsit már kezd hasonlítani, amit az imént csináltunk ezzel az angol mondattal. Úgyhogy kezdjük a végén, én azt javaslom. Ugye azt megbeszéltük, hogy a számok önmagukban rendben vannak, tehát azon most külön nem mennék végig, hogy a 7 az megint number, illetve primary, és így tovább. Jó, tehát azt fogadjuk el, hogy rendben van. Nézzük meg ezeket az operátorokat. Ránézek. Jó, pont látjátok még. Nagyfejem kitakarja a lényeget, akkor szóljatok a chatbe. Jó, tehát nézzük meg, induljunk a végéről. Tehát van-e olyan szabályunk, ami megfelel annak, hogy 11,5 × 7? Hát ugye a számokat mondtam, hogy ne ellenőrizzük, floating point literál, tehát az biztos jó lesz. És nézzük meg, hogy van-e olyan, ugye itt a szorzást, itt a termeknél néztük, tehát a szorzás osztás meg a moduló a term
szabályhalmazban van. És akkor nézzük meg, hogy van ilyen, hogy term ser primary. Hát ez itt most nekünk megfelel, tehát ez itt mindenképp egy term lesz. Jó, tehát ez a szabályrendszerünknek megfelel, mert ez itt egy term. Na most, hogyha van itt egy termünk a végén, akkor várhatóan lesz egy olyan, tehát azt kell megkeresnünk, hogy van-e olyan szabályunk, aminek a végén term van tulajdonképpen. És itt már le is tudjuk szűkíteni, hogy van olyan, hogy expression plus term, meg expression minus term. Jó. Hát akkor nézzük meg, hogy ez itt akkor egy term, ez rendben van. Ugye a 45 számként expression, ezt már az imént átbeszéltük. És hogyha van egy olyan kifejezésünk, ami úgy néz ki, hogy expression plus term, akkor az megfelel az expression, tehát a kifejezés szabályainak. Jó. Tehát elvileg ez a kifejezésünk, ez megfelel a mi nyelvtani szabályrendszerünknek, tehát rendben is vagyunk. Na most, ami a probléma ezzel, hogy ez még mindig nem igazán ad nekünk választ arra, hogy akkor most a hierarchia hogy is van. És pont itt jön képbe az, hogy ezeket a szabályokat, tehát a szorzás-osztást úgymond előrébb vesszük, mondjuk ahonnan nézzük. Tehát amikor itt elkezdjük nézni alacsony szinten, hogy jó, itt vannak számaink, ugye vannak itt operátoraink, akkor előbb mindig azt nézzük meg, hogy termjeink vannak-e. És mivel, hogy ezt nézzük meg előbb, ezért ezek előbb fognak kiértékelődni is majd a programunkba, majd látni fogjátok hamarosan, mint az összeadás és a kivonás. Jó? Tehát azáltal, hogy itt a termet úgymond egyen lentebb hoztuk, ugye a kifejezés kiértékelési sorrendben egyel előrébb hoztuk, ezért ezek majd a programunkba is egyel korábban fognak kiértékelődni. Jó? Nyilván ezt majd jobban fogjátok látni, amikor tényleg írjuk is a programot, és ezeket a nyelvtani szabályokat majd implementáljuk. Jó? Oké, és na, és akkor tulajdonképpen az lesz nekünk most a dolgunk, hogy ezeket a nyelvtani szabályokat képezzük le függvényekre. Jó? Ugye lesz ilyen expression, lesz egy ilyen, hogy term, meg lesz egy ilyen, hogy primary. Ugye az expression fog majd a összeadás kivonással foglalkozni, a term fog foglalkozni a szorzással, osztással, moduláris, illetve a modulóval, a primary-ek fog foglalkozni nekünk a számokkal, illetve a zárójelezéssel. Jó? És amúgy ezen felül ezek a függvények majd fogják egymást hívni, tehát az expression fogja hívni a termet, és majd a getet, arról majd beszélünk, hogy ez pontosan mit jelent. A termek fogja hívni a primary-t, és a getet, illetve a primary majd az expression-t, és ezzel vissza is ugrunk, és ezzel fogjuk szépen így folyamatosan kiértékelni a kifejezésünket. Hát jelen esetben a get majd annyit fog csinálni, hogy olvassa be a karaktereket, ugye, tehát amit eddig is csináltunk, tehát szépen olvassuk a bemenetet, olvassuk a kifejezést. Jó. Nagyon fontos, hogy minden egyes függvény egy szabállyal fog foglalkozni. Talán még ezt nem említettem, a laborokon volt szó, hogy nagyon fontos szempont az, hogy egy függvény egy dolgot csináljon. Később majd erre, sőt most amíg írjuk ezt a számológépet, addig ezzel fogunk is foglalkozni, illetve fogjuk is olvasni, nézni, hogy egy függvény egy dolgot csináljon. Jó, ez egy ilyen logikai dolog, hogy a programokat így is így bontsuk szét, és itt azért ez majd meg fog jelenni, hogy egy program egy nyelvtani szabállyal fog foglalkozni. Jó, tehát ez hangsúlyosan meg fog itt jelenni. Még egy dolgot hát kéne beszélnünk, ugyanis nyilván, ahogy olvassuk így a bemenetet, jó lenne, hogyha lenne egy kis segítségünk így a bemenet olvasása kapcsán, és ezt sokszor szoktuk is használni, amikor valami ilyesmit implementálunk, tehát ilyen számokat, karaktereket, hát most megpróbálok visszakattintani ide. Ugye volt ez a kérdés, hogy hogyan reprezentáljuk adatként ezeket. És ugye most azért nincs könnyű dolgunk, tehát az, hogy látjuk itt a nyelvtani szabályok
kapcsán. Ugye eddig a legelső zsákutcás verziónk, és ezzel most el is árultam, hogy több zsákutcás verziónk lesz. Tehát a legelső zsákutcás verziónk az szépen csak olvast egymás után ész nélkül a szám, operátor, szám, operátor, szám, operátor. Így olvasta tényleg ész nélkül az inputunkat. Látjuk, hogy ez most már nem jó. Jó, tehát ez most már nem fog működni, ugyanis nekünk most már valahogy így kellene ennek működnie. Tehát, hogy valami ilyesmi történjen. Ugye az operátorok kiértékelési sorrendjére most már, hogy odafigyelünk, most már egy pici más jellegű működés kell. És az ilyen beolvasásokra szoktuk használni az úgynevezett tokeneket, amit most röviden át is beszélünk, hogy hogyan is nézzen ki, és most már tényleg elkezdjük majd megírni a programunkat is. Jó, tehát használunk ilyen tokeneket, és ezeket, ez tulajdonképpen csak egy ilyen struktúrába rendezi azokat az elemeket, amiket beolvasunk az inputról. Ahogy látjátok is, hogy karaktereket olvasunk be, beolvasunk egy egyest, beolvasunk egy összeadás karaktert, beolvasunk egy négyest, és tényleg ezeket karakterként olvassuk be. Ugye a 4,5-öt is 4,5-ként írjuk be, más kérdés, hogy nekünk a C++ azért nagyon sokat segít abban, hogy ez 4,5 legyen majd a bemenetünkön. És alapvetően hogy egyszerűsítsük ezt a beolvasást, használunk ilyen tokeneket, és ez a kifejezés 9 különböző tokenre fog majd nekünk szétválni, tehát ez a kifejezés 9 különböző token lesz, ezt itt látjátok, tehát lesz egy tokenünk, amiben az egyes lesz egy, amiben az összeadásjel, és itt tovább a zárójel, a 4,5, meg ugye a többi a maradék. Jó, meg hát bármilyen mondhatnánk, hogy tetszőleges hosszúságú tokenünk legyen. Jó. Itt ráadásul még annyiban bonyolítja is, hogy ilyen szóközöket is oda tesz. Ezeket majd le fogjuk tudni kezelni. Legalábbis ez a cél. Jó. Tehát igazából 9 különböző token lesz ebbe a kifejezésbe, viszont 6 különböző típusú token. Na most, ez egy ilyen tervezési dolog, annyit kérek, hogy fogadjátok most el különösebb magyarázat nélkül, hogy így fogjuk használni. Ugye van ennek a tokennek egy típusa, például szám, vagy összeadás, vagy szorzás operátor, vagy egyéb ugye operátorok, és lehet egy értéke, de értéke igazából csak a number típusú operátorunk, tokenünknek lesz. Jó? És annak pedig nyilván az lesz az értéke, amilyen értéket ott beírunk neki, tehát amilyen számot oda beírunk. Jó? És ezeket fogjuk, és hogy hogyan reprezentáljuk ezt, hát lesz majd egy típusa, meg egy értéke, majd ezt implementáció közben átbeszéljük, hogy hogyan is néz ki. Jó. Úgyhogy én azt mondom, hogy kezdjük is el megírni. Szerintem ez az első egyszerű kis verzió, ez még most belefér az időnkbe. Jó, és én nyitok egy teljesen újat, és akkor ez mondjuk legyen már a 1.0, pontosabban a 0.1.0. Jó, már az 1.0 még nagyon-nagyon messze van, az még több mint 2 hét mire meg lesz, úgyhogy akkor legyen ez a 0.1.0, és szokott módon kezdjük el írni. Jó. Viszont kezdjük el a mainnél. Oké. Hát mondjuk hol kezdenénk. És hát tegyük rögtön be egy kis hibakezelésbe is. Mert ugye beszéltük, hogy most már kell a hibakezelés. Tehát enélkül azért nem az igazi a programunk. Hát itt a szokásos exception. És ugye, ahogy beszéltük is, remélem beszéltük, itt már akkor a standard hiba kimenetre írjuk, tehát erre a CR-re írjuk a hibánkat, és legyen egy ilyen, ja, bocsánat, térjünk is vissza hibakóddal, csak hogy teljes legyen a dolog, illetve legyen egy olyan ág is,
ami egyéb hibákat is kezel. Hát itt nem vagyunk túl bőbeszédűek. Itt már csak valami egyéb exception kapjunk. Jó. Rendben van. Na, és akkor mit kell nekünk csinálni? Ugye kifejezéseket fogunk beírni, és amíg kifejezéseket írunk be, addig ezeket a kifejezéseket értékelje ki a programunk. Ugye, ahogy az imént, ahogy a óra elején is beszéltük. Tehát, amíg kifejezéseket írunk be, addig ezt értékeljük ki. Na most, mi fogja nekünk kiértékelni a kifejezést? Ugye, egyrészt az expression függvény, ugye, mert hogyha visszatekintünk ide a szabályhalmazunkra, akarom, igen, ide, akkor látjuk, hogy az expression fog nekünk a kifejezésekkel foglalkozni. Na most igen ám, de ő ugye elkezdi megnézni, hogy adott szabályrendszernek megfelel-e, és hogyha látja azt, hogy ez egy term, akkor azt átdobja a term függvénynek. Hogy ő majd foglalkozzon vele, tehát első dolga lesz az expression függvénynek, hogyha látja, hogy term, akkor a hívja a term függvényt. És a term függvény majd foglalkozik azzal, hogy ezeket a szabályokat majd ő intézze. Jó? A term meg azt fogja csinálni, hogyha látja, hogy primary, akkor azt fogja és átdobja a primary függvénynek, hogy ő meg foglalkozzon ezzel a szabályhalmazzal, tehát hogy szám vagy ilyesmi. Jó? És így fogunk szépen majd végigmenni ugye a kifejezésünkön. Na mondom, programozzunk, és akkor mindjárt látni fogjátok. Tehát itt igazából annyi dolgunk van, hogy hívjuk a még el nem készített expression függvényt. Jó? Oké is. Na most így az elején annyit súgok, hogy ez az expression függvény ki fogja nekünk írni az eredményünket. Tehát ez fogja majd visszaadni nekünk az eredményt. De mondom, csak egy picit szaladok előre. Jó? Tehát az expression fogja majd nekünk, az expression függvény fogja visszaadni a kifejezés eredményét. Jó. Na, és akkor szépen kezdjük el megírni ezeket a függvényeket egyesével. Kezdjük rögtön nyilván az expression függvénnyel. Na most, amint már rögtön jó lenne bővíteni, hogy most már engedjük meg a double-t, tehát az, hogy levegőpontos számokat is tudjunk kiértékelni, úgyhogy ez az expression függvény, ez térjen vissza egy double értékkel, tehát egy double típusú értékkel térjen vissza, ami majd az eredményünk lesz, legalábbis reményeink szerint. Jó, akkor nézzük is meg, hogy kezdjük azzal, hogy megnézzük, hogy a bal értékünk az terme, és hívjuk rögtön a termfüggvényt. Ahogy mondtam is, rögtön amint belépünk az expressionbe, nézzük meg, hogy az egy terme, hogyha term, akkor dobjuk át a függvénynek, tehát ennek a term függvénynek, és ő pedig értékelje ki azt, hogy az a szorzás vagy osztás az-e ami. Jó? Tehát rögtön dobjuk át, és a term függvény is hasonlóan fog működni, az is kiértékeli azt az egy kifejezést, és az eredményt visszaadja nekünk, amit majd eltárolunk ebbe a változóba. Jó? És ez lesz a bal érték ebben az esetben. Jó. Egyébként meg csináljuk azt, hogy vegyük be a következő kifejezést úgymond, tehát a következő részét annak a matematikai kifejezésnek, amit csinálni akarunk. Ezt pedig ugye beszéltük, hogy egy tokennel fogjuk reprezentálni, tehát tokeneket fogunk erre használni. Úgyhogy ezt a tokent fogjuk itt most elkérni, ezzel a getToken függvénnyel. Ez sincs még elkészítve, hamarosan megírjuk ezt is. Jó, rendben van. Na, és egyébként meg, hogyha ez megvan, akkor kezdjük el kiértékelni azt, ami az expressionnek a feladata, tehát az összeadást és a kivonást. Jó? És ezt pedig szépen egészen addig csináljuk, amíg van mit kiértékelni. Tehát amíg ez igaz, addig értékeljük ki az összeadást meg a kivonást. Na most, nyilván itt az,
hogy összeadás vagy kivonás, az itt lesz benne, ebben a tokenben. Jó? És erre kell egy úgymond ilyen elágazást írni, hogy mi történjen, ha összeadás vagy kivonásunk van. Ahogy az imént is a legelső verzióban csináltuk, tulajdonképpen itt is ezt kell csinálnunk. Hogy ugye nyomunk ide egy switchet, és megnézzük, hogy ez a token, ez milyen típusú. Mindjárt beszélünk arról, hogy itt ez most pontosan mit is jelent. És itt pedig jön a jól az imént megismert rész, hogyha ez összeadás, akkor a bal értékhez adjuk hozzá ugye a kifejezés további részét. Na de mi a kifejezés további része? Hát egy term, ugye? Tehát a kifejezésünk további része egy term lesz, ugyanis ez a nyelvtani szabályunk, ha rápillantunk, megpróbálom így mellé tenni, remélem jól látszódik. És jó, tehát ez a nyelvtani szabályunk, ugye? A kifejezésünk egy, tehát a bal értékünk egy kifejezés, az összeadás jobb oldalán pedig egy term áll. Jó? És ezért, mivel itt egy term áll, ezért hívjuk a term függvényt, hogy ő majd intézze, mert ott egy term van. Jó? Tehát ő neki azt majd ki kell tudnia értékelni. Oké, és rendben van. Ezért hívjuk a term függvényt most ebbe az esetbe. Oké. Jó, menjünk tovább. És hogyha kiértékelte, akkor kérjük a következő tokent. Tehát nézzük meg, hogy mi az inputon a következő része a kifejezésnek. Oké is. Jó, és ezzel tulajdonképpen az összeadás meg is van. Jó, látjuk azt, hogy itt ez szépen fog majd menni rekurzívan. Itt majd visszaad nekünk egy eredményt, ugye a termfüggvény, és ez majd azt az eredményt hozzáadja a bal értékünkhöz. Jó, rendben van. Oké is. Jó, menjünk tovább, nézzük meg a kivonásunk. Ott is tulajdonképpen ugyanezt kell csinálni, csak ugye itt kivonni kell, és ugyanúgy ugye a termnek az eredményét, mert hogy a term nyelvtani szabályt kell itt alkalmazni. Ugyanúgy vesszük a következő tokent, és ugyanúgy brékelünk. Jó, rendben van. Oké, és hát mi lehet itt az alapértelmezett? Hát defaultba pedig szerintem adjuk vissza az eredményt, mert ugye fönt vagyunk legfölül, tehát hogyha nincs se összeadás, se kivonás, akkor valószínűleg a kifejezésünk végére értünk, amit beírtunk. Tehát akkor csináljunk egy egész egyszerűen annyit, hogy adjuk vissza az eredményt. Jó? Ami ugyanúgy, mint a legelső verzióban, ugye a 0.02-ben a bal értékben volt. Jó. Na, ezzel gyakorlatilag az összeadás és a kivonást elintéztük, a szorzás-osztás moduláris, illetve a modulót pedig ezzel átdobtuk a term függvénynek. Jó? Tehát átdobtuk a term függvénynek, majd ő szépen kiértékeli azokat a kifejezéseket. Jó. Na, menjünk tovább. És hát nézzük meg szerintem a term függvényt. Hát nagyon analóg lesz ezzel az expressionnel. Ugye ennek is lesz egy eredménye, nyilván, mert itt ugye a szorzás-osztás modulót fogjuk kiértékelni, tehát itt is ugye kell nekünk egy eredményt majd visszaadni, tehát ugye a szorzásnak, osztásnak, modulónak az eredményét. Tehát ez megint egy olyan függvény lesz, ami visszaad egy double-t. És akkor kezdjük azzal, hogy megnézzük, hogy a bal értékünk az pontosan mi, és ezt ugye dobjuk át a primary függvénynek, mert valószínű ez egy primary lesz, ami ugye egy szám is lehet. Jó? Tehát ezt dobjuk át a primary függvénynek, hogy az elejét értékelje ki ő. Oké, és akkor itt megint az van, hogy vegyük le a következő tokent, tehát olvassuk úgymond az inputot. Hamarosan rávilágítok tényleg, hogy mi ez a token, meg hogyan is épül fel, hogyan is néz ki. Jó, és megint ugyanúgy egészen addig, amíg
úgymond a kifejezés végére nem értünk, pontosabban a termnek a, termnek a végére nem értünk. Nézzük meg, hogy mi ugye a típusa ennek a tokennek, tehát milyen operátorunk van, szorzás, osztás vagy moduló esetleg. Jó, és akkor ugye itt kell megnéznünk azt, hogy ha szorzás, akkor ugye a bal értéket szorozzuk meg, a, ugye jól mondom, a bal értéket szorozzuk meg, de jelen esetben egy primary-vel. Jó, hogy volt a nyelvtani szabályunk? Ugye itt vagyunk a termen, ugye a term az vagy egy primary, azt ugye itt lekezeljük az elején, vagy ugye egy term szorozva egy primary-vel. Na most nyilván ez már biztos, hogy egy term, és itt szorozzuk meg egy primary-vel. De ugye a primary szabálynak a kiértékelését, pontosabban a primary-nak a kiértékelését a primary függvény fogja végezni, mert az az ő dolga. Azzal ő foglalkozik, azt ő tudja csinálni. Jó. Ezért simán átdobjuk a primary-nek. Oké is. Na, ha ez megvan, akkor ugyanúgy, mint az előbb, megint csak kérjük a következő tokent. Jó? Mert majd szépen megyünk tovább ugye ebbe a ciklusba. Szépen megyünk tovább, és itt nyomunk egy break-et ugye a switch-en belül. Jó. Analóg módon mi történik, hogyha itt osztás van, akkor ugye a leftet most elosztjuk, ugye a primary-vel, tehát a primary által visszaadott értékkel. Így van. Megint kérjük a következő tokent. És megint break-elünk. Jó. Viszont, ugye, itt megint, itt most hirtelen beszúrok egy ilyen felmerülő problémát, csak ha már egy kicsi hibakezelést is viszünk a dolgokba. Mi van, hogyha a primary az ugye nulla, rögtön itt akkor ez a dolog, ez előjön. Úgyhogy ide szúrjunk már be egy nagyon egyszerű kis hibakezelést. Mégpedig nézzük meg, hogy a primary által visszaadott érték az nulla-e. Tehát először is kérjük el az értéket, és nézzük meg, hogy a d az nulla-e. Hát most nem fogom túlzásba vinni egyelőre, hívjuk csak az error függvényt. Jó? Tudjuk, hogy ez az error függvény, ez egész egyszerűen csak kilép, hogyha valami van. Tehát dob egy kivételt, és kilép a program. Jó? Most egyelőre legyen ez, és akkor talán ez így rendben is van. És akkor ha már itt a D, akkor ugye a primary-nek az eredménye, akkor ide már D-t írjunk. És mivel, ez most egy ilyen kis nyelvtani szabály, ugye készágon belül változót deklaráltunk, akkor ezt így kapcsosok közé kell tenni. Jó, ez csak ilyen technikai dolog, hogyha egy ilyen készágba deklarálsz egy változót, akkor azt be kell tenni kapcsosok közé. Látjátok, itt nincs kapcsos. De azért, mert itt nincs deklaráció. Jó, itt kell, mindegy, hogy miért kell, kész. Fogadjuk el. Jó, rendben van. Na, akkor mit kell még lekezelni a termnek, ugye a modulót? Hát itt is gondba leszünk, ugye? Élesebb szeműek talán már mondhatják is, hogy ez miért lesz gond, ha még nem alszunk. Ugye megint itt akkor moduló primary. Esetleg valaki látja, hogy ez miért gond. Oké, itt get token break. Jó, és ugye defaultba megint azt csináljuk, hogy egész egyszerűen visszaadjuk az eredményünket. Ugye itt double-ökkel dolgozunk,
És szerintem jelen ismereteitek szerint a tört számoknak a moduláis, tehát a tört számok hányadosának a maradékáról még nem tanultatok szerintem. Jó, ezt alapesetben egész számokra értelmezzük. Jó. Tehát most 6,8 osztva 4,2, annak mennyi a maradéka? Jó, tehát ezt egész számokra szoktuk alapvetően. Fogok majd mutatni egy megoldást, hogy hogyan lehet ezt jól lekezelni. Egyelőre hagyjuk benne, nézzük meg, hogy mit okoz a program, mert mit okoz a programunkban, mert az elején azt beszéltük, hogy igen, tegyük bele a modulót is. Jó, tehát a specifikációnál benne volt, csak lássátok, hogy mi történik olyankor, hogy ez hibát okoz. Jó, rendben van. Na, eddig okések vagyunk, viszont kell nekünk még a primary függvény. Jó, úgyhogy akkor nézzük meg a primary függvényt is. Így van, nézzük meg a primary függvényt is, ami ugyanúgy egy double eredményt fog visszaadni. És ugye a primary-nek foglalkoznia kell, csak fölvillantom, egyrészt ezekkel a zárójeles kifejezésekkel, másrészt pedig a számokkal. Jó, tehát itt már kezdünk közelíteni ahhoz, amit nekünk itt tudnia kell a programunknak. Úgyhogy viszont picit ezt most nyilván már máshogy fogjuk, ugyanis itt már azt kell néznünk, hogy mi a következő token első körben, és ez alapján nézzük meg, hogy mi a teendő. Jó? Na, és akkor mi van, hogyha zárójelünk van? Nem mondom, hogy szép, de bízatok bennem, hogy jól fog működni. Tehát mi van, ha zárójelünk van? Ugye, ha zárójelünk van, akkor tulajdonképpen annyi a teendünk, hogy hívjuk az expression függvényt, ugyanis a szabályunk azt mondja, hogy zárójelen belül kötelező valamilyen kifejezésnek lenni. Hát, hogyha belegondoltok, ez így van, hát zárójelbe mi mást raknánk? Ugye nyilván egy kifejezést rakunk, mint például itt is látjátok ebbe a példába, hogy ez itt egy kifejezés. Jó, még pont látjátok. Nagy fejem tényleg sokat kitakar. Jó, de ebbe a zárójelbe itt is ez is egy kifejezés. Illetve ez is egy kifejezés. Jó, tehát nyugodtan hívjuk, egyszerűen hívnunk el az expression függvényt, majd ő intézi. Jó, opá, bocsánat. Jó, tehát nyugodtan hívjuk az expression függvényt, mert majd ő intézi azt, amit itt tennie kell. És nyilván ennek a kifejezésnek az eredményét itt kérjük is el, mert nyilván ezt majd használni akarjuk. Jó. Tehát ami zárójelen belül van, azt mindent átdobunk a kifejezés függvénynek, majd ő szépen fogja és csinálja. Jó. És akkor itt már látjuk, hogy itt ez egy kis rekurzió is van. De ebbe most még most korai lenne belemenni. Jó, tehát ez megvan, oké, az expression megcsinálta, amit kell, kérjük el a következő tokenünket, és nézzük meg, hogy az mi, hogy az pontosan micsoda. Na most nyilván, hogyha az expression végzett a maga dolgával, akkor ugye a nyelvtani szabályunk szerint egy bezáró zárójelnek kell jönni, ugye? Tehát itt vagyunk most. Ugye látjuk, hogy olvasunk egy ilyen nyitó-zárójelet, ami itt van. Okés. Akkor utána nekünk expressionnek kell jönni. Azt átdobjuk az expressionnek, majd ő intézze, amit akar. Viszont utána egy bezáró-zárójelnek kell jönni. Tehát nincs más opció, bezáró-zárójelnek kell jönni. Ha nem, akkor valami hiba van. Jó? Úgyhogy akkor kezeljük ezt le, hogyha a T típusa, tehát ennek a, tehát hogyha nem bezáró zárójel jön, akkor hiba van, tehát hibás a kifejezésünk, egész egyszerűen írjunk ki egy hiba üzenetet. Hát ebbe az esetben mondjuk írjuk le azt, hogy bezáró zárójel expected. Jó, és akkor már lehet, hogy ilyen hibával találkoztatok is, amikor fordítottátok a programaitokat. Jó.
Rendben van. Viszont, hogyha a bezáró zárójel van, akkor rendben vagyunk, és akkor adjuk vissza ezt a date eredményül. Jó? Mert ugye akkor ugye a zárójeles esettel rendben vagyunk, ott jött valami eredmény, és ezt az eredményt vissza tudjuk adni ide a term függvénynek. Jó. Rendben van. Na ez az az eset, amikor zárójelezett kifejezésünk van, tehát ez az a szabály, amikor ilyen zárójeles kifejezésünk van. Egyébként meg valószínű egy szám érkezik. Jó. Tehát, hogyha egy számunk érkezik, hát na de mi legyen a kódja a számnak? Legyen egyelőre 8. Csak hogy még zavarosabb legyen az ügy. Majd itt fogunk ezen csinosítgatni egy kicsit. És mivel hogy, nyol, hogy szám érkezett, ezért vissza kell adnunk a tokenünknek az értékét. Jó, már is megnézzük, hogy ez a token ez hogyan működik. Igen, mert ha szám érkezik, akkor adjuk vissza az értéket. Egyébként meg, tehát ha se nem zárójel, se nem szám, hát akkor csak hiba lehet. Jó, tehát akkor mondjuk azt, hogy error, hát és mondjuk primary expected. Mert akkor nem primary érkezett, hanem valami más, és primary-nek kell érkeznie. Ezeket a hiba kezeléseket majd fogjuk a termbe is, meg az expressionbe is csinálgatni. Most egyelőre csak tényleg legyen annyi, hogy ha nem zárójel vagy nem szám, akkor biztos, hogy valami hiba van. Nézzük meg, hogy mi az a token. Én is rápillantok a előadásra, de elvileg itt megvan minden. Na, hogy is van? Igen, ez kell nekem. Oké. Jó. Na, szóval csak hogy még egyszer pillancsunk már erre a tokenre, hogy látjuk, hogy ezeket így külön-külön szeretnénk reprezentálni, és már kicsit használgattuk is ezeket. És ugye mondtuk, hogy legyen két része, legyen egy típusa, ugye amit úgy használunk, hogy ez a kind, úgymond, illetve legyen egy értéke, ami a value. Na most nyilván itt annyi a különbség, hogy ezeket az operátorokat fogja a típus megmondani nekünk. Ugye az értéket pedig a value, hogyha szám. Jó? Ezért írtam ide 8-at, mert ennek is van valamilyen típusa. Tehát ezzel azonosítom, hogy az a token, amit beolvastunk, vagy amit tárolunk, az egy szám típusú token. Jó? Majd ezt átírjuk ki, hogy tehát kiírjuk majd ezeket a magic konstansokat, mert tudjuk, hogy ezeket nem nagyon szeretjük, de most egyelőre legyen ennyi elég. És akkor lesz egy kind, meg egy value értéke ennek a tokennek. Na, és akkor hogyan csináljuk ezt? Hát most az egyszerűség kedvéért ezt egy osztályba fogom én rendezni, de egy nagyon egyszerű kis osztályba, amit hát mondhatnátok, hogy lehetne akár struktúra is. Jó, úgyhogy legyen egy ilyen token osztályunk, amiben ezt fogjuk majd így kezelni, ezt fogjuk így ilyen struktúrában egy egységben kezelni. Jó, osztályokról 2 hét múlva lesz szó majd bővebben, vagy 3, attól függ, hogy haladunk a számológéppel, akkor fogjuk bővebben kifejteni azt, hogy ezek az osztályok hogyan is működnek. Jó. Na, és akkor ugye mondtuk azt, hogy kétféle része van ennek a tokennek. Egyrészt legyen egy típusa, illetve legyen egy értéke, amiben ugye számokat fogunk tartani. Jó. Na most egyelőre szerintem ennyi ugye elég is. Ennyi egyelőre szerintem elég is. Hát esetleg még annyit írjunk hozzá, hogy ezeket a tokeneket valahogy el is kell tudnunk készíteni, és erre használunk úgynevezett konstruktor függvényeket. Ahogy mondtam, később rá fogok világítani arra, hogy ez hogyan működik. 2 hét múlva erről bővebben beszélünk. Most egyelőre legyen csak elég az,
hogy erre szükségünk lesz majd a működéshez. Jó? Tényleg ez csak annyit csinál, hogy itt amikor készítünk egy ilyen token objektumot, akkor át tudunk adni neki egy ilyen típust, hogy hogyan is készítsük el. Mindjárt megnézzük, hogy pontosan hogy készül egy ilyen token. Jó? Illetve legyen egy ilyen másik típusú konstruktora is, aminek már egyúttal át tudjuk adni az értéket is. Tehát, hogyha például szám lenne, akkor ezt át tudjuk neki adni. Jó? Megnézzük azonnal, hogy hogyan működik. Jó, és tulajdonképpen nekünk a tokenünket az úgynevezett get token függvény fogja itt megcsinálni, illetve az fogja olvasni nekünk a bemenetünket. Itt is van nekünk ez a get token. Jó, úgyhogy ezt kell most nekünk elkészíteni, és tulajdonképpen ez lesz most a lényeg ennek a tokenes dolognak. Nem is az, hogy ez most egy ilyen saját típus vagy ilyesmi, hanem tényleg az, hogy hogyan olvassuk az inputot. Na és akkor van nekünk ez a getToken függvény, ami egy tokennel fog majd visszatérni. Jó, tehát visszaadja ezt, amit így olvasunk. És tulajdonképpen itt következik az, hogy olvassuk a bemenetet. Jó? Tehát olvassuk a bemenetet, és megnézzük, hogy ebbe a bemenetbe mi van. Jó? Tehát mit olvasunk tulajdonképpen. Na most, ez alapján nyilván megint tudunk írni egy ilyen kis switchet, ami nem is lesz olyan kicsi, majd meglátjátok. Hát ugye mit olvashatunk itt? Ugye olvashatunk operátort, olvashatunk számot, olvashatunk zárójelet, meg valami rosszaságot. Mármint úgy értem, hogy valami olyan dolgot, amit nem kéne, hogy beírjunk, azt majd hiba kezelni fogjuk. Jó? Na és akkor nézzük meg, hogy milyen eseteink vannak. Ugye van ilyen, hogy zárójel, akkor van, ha ilyen zárójel van, akkor van olyan zárójel is. Jó? Akkor van nekünk összeadásjelünk, kivonásjelünk, szorzásjelünk, osztásjelünk, vagy hát operátorunk, bocsánat. Jó. És mit mondtunk, ugye, hogy van számunk. Jó, de a számokat majd mindjárt külön csináljuk. Na most ebbe az esetben, hogyha ilyeneket olvasunk be, tehát itt már konkrét karaktereket olvasunk csak, akkor készítsünk egy tokent ezzel az operátorral. Jó? És ez mit fog csinálni? Azt fogja csinálni, hogy ez az operátor, ez meg fog jelenni itt, ebbe a kindba. Semmi más nem fog csinálni, és így fogjuk tudni lekérdezni, hogy t.kind. Tehát, hogy ez a típus, ez pontosan micsoda, tehát mi a tokennek a típusa, milyen típusú tokenünk van, és ezeket fogjuk itt most lekezelni. Jó, tehát ezeket fogjuk a tokenünknek odaadni. Ez egy ilyen token, és innentől kezdve a függvények, a primary, a term, meg az expression, ezeket fogja kezelni. Jó. Ó, bocsánat, igen, és tegyük bele a modot is. Igen, elnézést. Mindenképp tegyük bele a modot is. Jó. Egyébként meg, ugye számunk van. Na most, ugye karakterenként olvasunk, ugye itt ezt látjuk, hogy karakterenként olvasunk, és ez lehet, hogy most nekünk nem lesz jó, de akkor nézzük meg, hogy mi van, hogyha a számot olvasunk be. Hát így ezt sajnos nagyon fapadosan így egyesével kell nekünk most megcsinálni. Tudom, rettenetes. De hirtelen jobban nem tudok. Sőt, egyébként valószínűleg később is ez lesz majd a jó megoldás. Jó, és akkor itt már látjuk is például azt is, hogy a break használata, nem használata mit eredményez.
Ugye mindent beírtam egy. Mindegyik szám ott van. Jó, csak hogy biztos legyen. Oké, és akkor itt vannak a számok. Hát, hogyan tudunk még számot megadni? Mondjuk engedjük meg azt, hogy úgyis megadjunk számot, hogy simán csak egy pontot írunk. Jó, és akkor mondjuk 0,5-öt be tudjuk írni úgyis, hogy pont 5. Jó, ez ilyen, hát itt programozásban ezt szoktuk használni. Jó, bocsánat, igen, itt egy return elmaradt. Jó, tehát adja vissza azt a tokent. Ez a get token függvény. Nagyon fontos. Elnézést kérek, itt majdnem lemaradt a return. Na, de mit csináljunk akkor, hogyha számunk van? És nyilván itt most ez egy picit... picit nehézkesebb. Ugye karakterenként olvasunk. Mi van, hogyha egy több karakteres számot írunk be, mondjuk beírjuk, hogy 123. Ugye akkor ne az legyen, hogy kiveszi az egyet, majd kiveszi a kettőt, meg kiveszi a hármat, hanem vegye ki egybe. Na igen, ám, de itt ugye karaktereket olvasunk, úgyhogy erre kell valami megoldás. Szerencsére C++ az segít nekünk annyit, hogy tudunk olyat csinálni, hogy fölveszünk egy ilyen értéket, és ahogy eddig is tanultuk, ezt az értéket beolvassuk ebbe a változóba. Na igen ám, de ugye az inputot karakterenként olvassuk, és mivel itt már egy karaktert kivettünk, tehát mondjuk a 123-nak már kivettük az egyesét, akkor ez a utasítás a 2-es meg a 3-ast fogja 23-ként beolvasni. És az ugye nem jó nekünk. Viszont van egy olyan lehetőségünk, hogy karaktereket vissza tudunk tenni a standard inputba. Jó? Tehát tudunk olyat csinálni, hogy annyit mondunk, hogy szín, és tegye vissza ezt a karaktert. Jó? Ilyen input-output eszközökről részletesen fogunk beszélni 2 hét múlva. Jó? 2 hét múlva fogunk 3 hét múlva. Pár hét múlva fogunk részletesen beszélni. Most igazából itt csak annyit csinálunk, hogy azt a karaktert, amit kivettünk, hogy leellenőrizzük, hogy micsoda, azt az egyet visszatesszük. Jó? És így, hogy visszatettük, így akkor már ki tudjuk egybe olvasni, és akkor már nem 1 és 23 lesz, hanem 123 így egybe. Jó? És így akkor már ez így rendben is lesz. Legalábbis remélhetőleg. Jó. Na és így, hogy megvan nekünk ez az érték, ezért adjuk, készítsük el a tokent, és ugye itt jön az, hogy ez egy ilyen 8-as típusú token lesz, és adjuk át neki az értéket is. Jó? Tehát egy 8-as típusú, tehát szám típusú token, és megmondjuk, hogy milyen értéke legyen. Jó? Ugyanis a primary függvénynek ez itt fog kelleni. Tehát ez fog kelleni a primary függvénynek itt. Jó, rendben van. Egyébként meg... Tehát, hogyha nem zárójel vagy operátor és nem szám, vagy nem szám pontosabban, hát akkor valószínű valami hiba. Így van, akkor hiba. Vagy egy olyan token, amit nem tudunk lekezelni. Hát akkor legyen egy ilyen bad token kivételünk. Jó. Reméljük legalábbis, hogy jól dolgoztunk. Oké is. Na hát jó nagy adagot programoztunk. Fordítsuk le, reméljük működik. Egyébként, vagy hát egyáltalán lefordul. Számítok hibákra, amúgy. Ja nem, ez nem is az, bocsánat, hanem a, ez már a 010. Na nézzük. És bizony van is hiba. Nem is kevés, de számítottam is rá. Jó. Igen, való igaz, hát itt lehet, hogy elsőre nem osztályt, hanem struktúrát kéne készíteni. Most ezt csak ide dobom, hogy működjön.
Ahogy mondtam, 2 hét múlva erről részletesen fogunk beszélni, hogy ez mit jelent, 2 vagy 3 hét múlva. Most csak fogadjuk el, hogy ott van. Na, még mindig van pár hibánk. Azt mondja, hogy az expression nincs deklarálva a 10. sorba. Nem, bocsánat, a 47. sorba. Igen, mert itt hívjuk az expression függvényt, és az expression függvény pedig ez után van definiálva. Igen, ez valóban probléma. Úgyhogy akkor azt csináljuk, hogy ide csinálunk egy prototípust az expressionnek. Hoppá. Csinálunk egy prototípust, ugye paraméterek nélkül. Jó, erről is fogunk beszélni. Igazából itt csak bevezetjük a nevet. Tehát a függvénynek a nevét fogjuk bevezetni, csak hogy látható legyen a primary függvénynek. Jó? Fogunk erről is beszélni, hogy ez miért kell. Jó. Fordítsuk újra. Na. És akkor itt jön a probléma, ami már rögtön egy ilyen, ilyen tervezési dolog. Mégpedig itt azt írja, hogy a moduló operátor rossz operandusokkal van használva. Jó? Ki is nagyítom ezt a hiba üzenetet. Látjuk azt, hogy itt tényleg írja, hogy két double operandusa van a moduló operátornak. Hát a moduló operátor nem így működik. Jó? Tehát double-ökre nincs elkészítve a moduló operátor, és ugye nem is tudjuk elkészíteni. Tehát nem tudjuk megírni, tehát nem fog így működni. Jó? Ez pontosan azért van, amit mondtam is korábban, hogy ugye a moduláris osztás az egész számokra van értelmezve alapvetően. Nyilván meg lehet csinálni tört számokra is, van rá egy szabály, megnézzük majd később, most nem igazán akarok ezzel foglalkozni. Van egy függvény, ami tudja ezt használni, tudja ezt kezelni. Most tényleg itt kell egy olyan tervezésbeli döntést hozni, hogy akarjuk mi használni a moduláris osztást, vagy akkor engedjük el, és akkor double-ökre nem implementáljuk a modulót a számológépünkbe. Legyen. Legyen, viszont még nem most. Jó? Tehát most egyelőre annyit fogok csinálni, hogy ezt a case-t én simán csak így kikommentelem. Jó? Ezt megnézzük majd szerintem kedden, mert tényleg most már úgy szalad az idő nagyon, és még ki akarom próbálni, hogy működik-e. Hát, itt szerintem benne maradhat. Á, vegyük ki innen is. Jó, csak hogy már rögtön itt jelezze a hibát a programunk. Ha van. Jó, tehát hogyha netán akarnánk használni a modulót, akkor ott jeleznie kell, mert itt nem fogja. Jó, tehát valamilyen rossz működés lép életbe, hogyha ezt itt benne hagyjuk. Jó, okés. Na, hát remélem működik. Pillancsunk rá, hogy egyáltalán lefordul-e. Szuper. Na, futtassuk. Nagyon izgatott vagyok. Írjunk be valami kifejezést. Mindjárt nézek valami jó példát. Mondjuk írjunk be valami zárójelest. Jaj. Mondjuk 2x3. Na, nézzük. Rögtön jött egy bad token. Oké. Na, nézzük tovább. Még mindig jött egy bad token. Ez egyre misztikusabb. Jó. Pedig mindent jól csináltunk, ugye? Oké, és mindjárt fogjuk folytatni, legalábbis hát mindjárt beszélünk róla. Jó, ugye jönnek misztikus hibák, mondjuk valamire egyébként működnie kéne. Lehet, hogy én csináltam, egy pillanat ránézek a jegyzeteimre. A bad token üzenetet már rögtön a get token adja. Mindjárt ránézek.
Lehet, hogy ott írtam el valamit. Nevermind. Nem a break hiányzik, de... Éles szemmel észrevetted, hogy valami hiányzik. Szép munka. Nyilván adjuk vissza a számot. Jó, tehát ez fontos. Tehát készítsük el a tokent, és adjuk is vissza. Jó. Rendben van. Fordítsuk, újra futtassuk. Na nézzük. Hát nem az igazi. Még mindig nem az igazi. Oké, és hát ennél jobban kéne azért működnie, okvetlenül. Jó, ez így. Nem, még mindig nem az igazi. Aztán hirtelen egyszer csak jó lett. Majd kilépett hibával. Na, még egy próba. Most még nem is ír ki semmit. Ez egyre misztikusabb. Na, de legalább ha rosszat írok be, akkor kilép bet tokennel. Az mindenképp hasznos. Ugye? Egyre misztikusabb. Egyáltalán a hatot beleírtam. Beleírtam, jó. Oké is. Na hát látjuk, hogy még mindig vannak gondok. Még mindig vannak gondok. Mert néha nem ír ki semmit. Jó. Oké is. Na. Tehát valami történik. Tehát mi a tanulság ebből? Valami történik, de nem igazán az, aminek kéne. Valamikor jól működik, valamikor rosszul működik. Alapvetően innen nyilván folytatjuk tovább, és elkezdjük megjavítani ezeket a hibákat. Kibogarásszuk, hogy mi a probléma, megnézzük, hogy mi a hiba, mi nem működik, miért nem működik. Jó? Nyilván a következő részeknek ez lesz a feladata. Jó? Nyilván megvan az, hogy miért nem működik. Könyvet kinyitjátok, átlapozzátok, ott van benne. Ez lesz a következő részeknek a feladata, hogy ezeket föltárjuk, ezeket a misztikus hibákat. És igen, számítsatok arra, hogy amikor programoztok, nem csak ezt, hanem majd bármit. Jönnek a misztikus dolgok. Most ez 6 meg 9 az miért 6? Ugye 6x 9-re nem ért ki semmit. 78x 8-ra meg 2 vagy 57. Jó, de legalább tényleg, ha valami rosszat írok be, akkor legalább kírja, hogy rossz, amit beírtam. Jó, tehát számítsunk erre a misztikus dolgokra. Oké, és a programozás tényleg ilyen, hogy elsőre sosem működik gyakorlatilag, vagy csak nagyon ritkán, viszont hogyha elsőre működik, akkor gyanakodj, hogy miért működik. Tehát ez az alapprogramozói paranoia legyen meg, hogy fú, most mit rontottam el, hogy működik. Jó. Hát most itt ránézek gyorsan, hogy hány verzió van még ezután. Még 9 verzió van. Tehát a 9. verzió lesz az, ami már úgy nagyjából valamit csinál. Ez volt a 3., amit most megírtunk. Még van 9. Jó? Úgyhogy sok teendő van. Én remélem, hogy nagyon sokat fogtok ezzel tanulni, és én bízom benne, és én tudom is, hogy nagyon sokat fogtok ezzel a kis példával tanulni, és tényleg egy nagyon fontos példa. Viszont mára tényleg akkor befejeznénk azzal az üzenettel, hogy folytatjuk kedden. Kedden mindenképpen fogjuk folytatni, hogy ki is javítsuk ezeket a dolgokat. Nagyjából ennyit is terveztem egyébként, hogy úgy helyjel közel eljutunk eddig. Kedden mindenképp folytatjuk. Én tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy ma is ilyen szép számba itt voltatok. És Vortex, még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen. Köszönöm. Szóval még egyszer tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számba itt voltatok. Kedden 7 órától folytatjuk
próbáljuk javítgatni, próbáljuk fejleszgetni a dolgot. Masszív téma, hosszú téma, és tényleg nem is egyszerű, de hát a programozás nem egyszerű. Na, én akkor tényleg megköszönöm a mai figyelmeteket, legyen további szép napotok, szép hétvégétek, jó étvágyat az ebédhez, na sziasztok!